Tudod, mi történik idén ősszel? Nem arra gondolunk, hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Class FM Morning Show nagyőszi roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Class FM Morning Show nagyőszi roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Után 17 perccel jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Hello mindenkinek. Na, hát itt vagyunk, hétfő van. Ezt utáljuk, de mi itt vagyunk, ha szeretjük. Hát micsoda hétfő. Hát nagyon jó, hát egy hét múlva ilyenkor már. Bizonyám, Sopronban leszünk. Nagyon jó lesz. Majd ki kell nyomtatni a helyszíneket, lássuk. Nagyon szívesen odaadom neked, kérlek szépen. Én szerintem ez az újság bennünket nem szeret, mert kicsit a színt elnyomták rajta. Itt látható, ezt nézd meg. Itt látható, van egy egész oldalas újság hirdetésünk, ugye, hogy indulunk roadshow-ra, és hát ott vannak a helyszínek, ott vannak az időpontok, nagy szeretettel várunk mindenkit. Ez picit olvashatatlan sikeredett, igen. Én nem tudom, hogy ez most bosszú, vagy mi beszóltunk? Nem tudom. Hát, ez nem látszik. Ez a nyomda bosszúja. Ez a nyomda. A nyomdába odaszóltak, hogy gyerekek, ne látszódjon jól. Tenyire ment bele Lajos. Igen. Szóval, hogy megyünk turnéra, köszönöm, jó reggelt. Megyünk turnéra, így van. Sopronban kezdünk. Így van, az lesz az első. Kaposvár, Baja, Eger és Budapest, ezek tehát a helyszíneink. Tökéletes. Voltunk már, tehát tulajdonképpen abból a szempontból úgy jelentősége nincs, hogy miért oda, miért nem ide. Hát sok helyen voltunk. Ide ezeket tudtuk most beírni. Ezek az utolsó roadshow a helyszínei tulajdonképpen. Igen, legalábbis hát reméljük, Class FM formájában mindenképpen. Úgyhogy igen, Sopronban kezdünk. Hát neked van egy kedvenc wellnessed, nekem éttermen valamelyikben már, hova kedvenc. Szívesen járok Janninak, meg mit én vár. Mi már szombaton lemegyünk egyébként, pont ezért. Igen? Összekötjük a kellemeset a kellemessel, vagy a kellemeset a még kellemesebbel, úgyhogy lesz nagy város bebarangolás, meg cukrászdázás, meg felmenjünk a tűztaronyba, meg mindenfele a városban, amerre csak lehet. Sopron gyönyörű város, ott nagyon szeretnek minket, akármikor voltunk, ugye rengetegen voltak, én ezért is várom. Meg néztem az ajkai kitelepésünkről készült képeket pénteken, és nekem már abban a pillanatban megjött hozzá a kedvem, mert hogy rengetegen voltak, és ugye látszott, hogy a Csabi is, meg a Piros is marha jól érezték magukat, meg hát az ajkaiak is. Úgyhogy nekem abszolút itt van bennem a kedv ahhoz, hogy újra elmenjünk és jól érezzük magukat. Zabálhatsz majd kedvedre. Zabálhatom, majd így van. Hoznak mindenfélét a legyen jó idő. Mi is viszünk, mert hogy nem megyünk üres kézzel, hogyha valakit a promót hallotta, és hallani fogjátok még rengetegszer, akkor hallhatjátok azt is, hogy millió ajándékkal fogunk menni, és többek közt viszünk magunkkal nagyon jó kis verdát. Így van, de nem magunknak, illetve én fogom használni, meg hallgatózni fogok vele, mert hogy a hallgatókat viszem, egyet minden városban elviszek a melóba, de azt odaadjuk a végén. Á, nem azt, amivet én használok, hanem egy zsírújat. Egy zsírói autót adunk, így van. Lesz még hűtőszekrény, egy SX4-es S-Cross-t adunk, ami azért jó. Kanyonbarna, ahogy látom. Kanyonbarna? Kanyonbarna? A kanyonbarna, ez jó, de én is szeretek átfáradni a kanyonba. Azt nagyon szeretem. Az nem jó, a kanyonbarna, de a kanyonba szeretek átmenni, az nem hangzik rosszul. Szóval kanyonbarna, most látom. Szeretem, ha rám szakad a kanyon. Mi az, hogy igen, egy 4-es TGA plusz 2 VD? A TGA az ugye a felszereltségi szint, a 2 VD az a hajtás. Az a két kerekes, így van, szintén. Na jó, szóval egy gyönyörű Suzuki. De hát lesz még stílakusgép, meg hűtőszekrény, mizolaktóz, mert tehát rengeteg mindent viszünk, kérem szépen. Hát ugye a főnyereményt egy egyhetes játék végén lehet majd megnyerni, ugye a budapesti helyszínen fogjuk majd átadni, de közben lesznek majd mindenféle helyszíni játékok is, amikkel rengeteg ajándékot lehet majd nyerni, meg persze az élményt, hogy lehet velünk találkozni élőben. Jani az összes maradék ajándékot kiosztja, ebben biztos lehettek, hogy ami nálunk leszóltam a csajoknak, hogy gyerekek, készletsöprés, minden. Szerintem számítsanak rá. Tehát, hogyha valaki hallja az üzenetet és találkozik velük, reggel, akkor adj át az üzenetet, hogy semmit nem fogok bent hagyni. Semmit. Kiosztok mindent a hallgatóknak, kivételem. Készletkiárusítás. Úgy van, pontosan. Készletkiárusítás, készletkisöprés. De hát igazából kell is, mert hogy tulajdonképpen már olvasom itt már az új pályázatot, meg minden, úgyhogy valójában tényleg vége van. Úgyhogy az utolsó turnénk Class FM-mel jöjjön mindenki. Jó, nem maradjatok le rólunk. Kicsit, mikor lesz még egyszer a lehetőség a közeljövőben. Hát kivéve akkor bizonyan vége, hogyha ugye, mert mi is pályázunk, illetve hát ugye az anyacég is. Ha mondjuk megnyerik, akkor biztos Class FM néven megy. Hát igen, de leállni leáll a rádió. Ja, a leállás az lesz. Az biztos. Meglátjuk, mit hozzá jövő, reméljük, hogy számunkra is, meg számotokra is pozitív végeredménnyel fog majd ez a dolog zárulni. Mint ahogy a paralimpia is pozitív végeredménnyel zárult, mert hogy ugye a 15. Riói nyári paralimpiát azt tegnap befejeztük, ugye, és egy csodálatos teljesítménnyel, mert 1 arany, 8 ezüst és 9 bronzéremmel zárt a magyar paralimpiai csapat, úgyhogy külön gratulálok a másnak 100 méter háton szerzett aranyéremhez. Aki alig hitte, hogy megnyerte, hallgattam utána egy nyilatkozatát, annyira tündér volt ez a fiú, hogy hát ottan mondták, a mester mondta, múltkor nem elúsztam a végét, és akkor most oda áttettem az erőmet, azt akkor egyszer csak beértem. Felnéztem, ki vagyok írva. Hát nem mondom, ki ez a fiú. Ja, én vagyok. Hát csak a paralimpiai bajnok lettem. Ja, nagyon jó, és itt dicsérném meg a magyarországi McDonald's-ot, mert, és most direkt mondtam ki a dolgot, szombat este dolgoztam, és nagyon éhes voltam, bementem a kifelé az M1-M7-nél, ott van egy izét, és álltak egy csomóan a McDonald's-ban, mondom, beszaladok, kérek egy izét, jövök ki. És ki van téve, képzétek el, és mindenféle logózás nélkül, hogy ezt most ők, meg nincs rajta a sárga betű, meg akármicsoda, csak ki van téve, hogy az összes paralimpikonnak gratulálunk, és akkor ott vannak az aranyak, arany meg az ezüstök, és olyan jó volt ezt látni. Igen, szerintem ez tök jó dolog, hogy egy ekkora cég is erre figyel, sőt, hát ugye jobban figyel, mint egyesek a paralimpiára, ugye? És ők úgy nagyon örültek neki, olyan jó volt látni ezt, hogy nekik erre van energiájuk. Meg a kiszolgáláson lehetne javítani, na mindegy. Fú, te figyelj, 11. Nem volt erős? Hát szegény egy fiú volt a szombat este. Tehát szombat este azért lehet arra készülni, hogy megéheznek az emberek, beugranak ott a drive-ba is, meg a benti részbe is, és egy olyan lelkis fiú volt, egy olyan lelkiismeretes. Csak egyedül kevés volt. Csak egyedül érted. Elfogyott, mi? Hát figyelj. Igen, az hajtósod. Fején a izé, 2 krupli, egy Big Mac, adjál még, és csinálta, de hát nyilván türelmetlenkedtek az emberek, kártyával fizetek, pontot szeretnék gyűjteni, minden volt, mint ami volt az a film, az Argóban volt. Nem láttam soha, jó, mikor lelövik a jáksor. Nagyon nagy. Jó, az Argó, és az egyet, se a kettőt nem tudtam megnézni. Én nagyon szerettem, tehát az a sült kruplis jelenet, amikor megállnak ott egy ilyen McDrive-nál, és akkor a kis lány akkor végignyomja ezt, amit végig kell nekik nyomni. Nagyobb krumplival adhatom, nagyobb idítővel. Ja, tudom, utálom én is, igen. Sokszor érzem én is ezt, hogy megtenném el, hogy mindent végigkérdeznek, de ez egy sima átlagos benzinkútnál is már annyi mindent kérdeznek, hogy ez a dolguk. Ez a dolguk. Szegényeknek, igen. Jó, a hétvége jó volt, rendben volt. Jó volt, minden volt. Volt egy kis sport benne, egy kis mászás a Spider-ben, megnéztem 2 egészen jó horrorfilmet. Na! Bepotoltam a... Jó van akkor. Jó eszívőmecsekkel terén összeszedett hátrányomat, egy kis elmaradáson jutott, hogy egész jól sikerült. Jó kis hétvége volt. Nekünk kirándulós volt ebben a jó időben, menő. Merre voltatok? A környék, ugye, Velencei tó és környék, mert a hírét vettük, hogy Pázmándon van egy vízimalom, és akkor nézzük meg. És kimész, gyönyörűen meg van csinálva, be is indulok befelé, látom, hogy ott egy ember tevékenykedik, de így nagyon otthonosan, mondom, jó napot kívánok, hogy megnéznénk a malmot a srácokkal, meg kívül megnéztük a zsilip, tudott kerék, nagyon jól néz ki, ezek gyönyörűen felújítva. Mondja, hogy hát az van, hogy ő itt lakik. Bent a vízimalomban? Tényleg? Ő a családjával a malomban lakik, ők felújították ezt, hogy ugye nem, bent már nincs semmi, ami a malomra utalna, és hát, hogy ő szívesen látna bennünket. De ja, hogy ez magánszobától, igen. Tehát a nagyszobát tudja megmutatni, és azon gondolkozom, hogy mennyire nagy flash egy vízimalomban laksz, érted? Amiben már magában nincs meg az örlés, de hogy nagyon jó kint a falu szélén, és hát tényleg jól nézett ki. Az egész ügyő kívülről tudtuk megnézni, aztán a Pászmendi Falu Múzeum, ilyen nagy túra volt, pont sütötték a kenyérlángost, aranyos. De akkor mondták, hogy akkor lehetőleg ne. Aha, igen, lehetőleg ne üljön be. Ne nagyon üljünk be, mert hát a hűtőszekrény, ezt gondolom, nekünk is van a televízió. Volt velük is ilyen, hogy bementünk, megnéztünk egy várkastélyt belülről, illetve próbáltuk megnézni, aztán szóltak, hogy elnézést, Vadon úr magántulajdon, tehát, hogy igen, nagyon örülünk, hogy itt vannak, igen, de hogy nem azért volt nyitva a kapu, mert hogy mindenki bejöhet, hanem azért, mert éppen be akartunk állni az autóval. Köszönjük, hogy meglátogattak minket, viszontlátásra. Az menő, jó, hogy nem mentél be. Igen. Ott kellett volna már szóval, mikor már benn vagy. Igen. Jó napot kívánok, van tárlatvezetés, hát befejezném a reggelit, aztán persze körülvezetjük. Nagyon szívesen. Ez a hálószobánk, itt a gyerek játszik a kis vasúttal. Nem tudom, hogy mennyire jó, hogy így magánkézbe kerül. Jó, jó a magának állagmegóvás, meg nyilván ő jobban odafigyel, mint az állambácsi, vagy aki tulajdonosa, mert nyilván nincs rá pénz. Tehát ebből a szempontból jó, de úgy meg nem nagyon tudod megnézni. Hát igen, de inkább ez, mint hogy rohadjon le alapig. Mint ahogy egyébként sok helyen lehet látni az országban ilyen nagyon-nagyon rossz állapotban lévő műemlékeket, meg olyan jellegű épületeket, amire nincsen sajnos pénz az államnak. Igen? Igen? És akkor magántulajdonba veszi valaki, és aztán felújítja, és az jó. Jobb, mint hogyha az egész elpusztulna. Szomszédunk, a kábeles Robi volt kirándulni a hétvégén, és hazajött tegnap este, megittunk egy fröccsöt, ugye, mert nem régen láttuk egymást, de nem ez a lényeg a sztoriban, hanem hogy elkezdte összeszámolni, hogy a kulturális kirándulás mennyi pénzbe kerül. És most tényleg jól érsz, mert ilyen várbelépőt fizettek, tudom, nyilván értelek, már látom, hogy mit akarsz mondani, hogy egy sima, mint egy visegrádi várlátogatás úgy kezdődik, hogy egy ezres a parkoló, akkor bemész fejenként, és tudom, hogy kell, mert nyilván valamiből ki kell fizetni az ottani embereket. Kultúráért fizetsz. Így van, a kultúráért fizetsz, csak úgy belegondolt, azt mondta, hogy ő szerencsére így nem volt vele gond, tehát kibírták fizetni, de hogy egy ilyen egynapos kis kirándulásos dolog, az mit elment 30 000 forint. Úgy, mondjuk hogy... az nem volt olcsó kirándulás akkor. De hát azzal érted, hogy mondjuk azt hiszem aludtak egyet, elmentek kajázni egyet. Ja, hát az igaz, érted? És akkor, hogy így hússanak is pénz. De adom, tehát persze, vagyok őszinte, 10-ig tudnánk sorolni azokat a hogy is mondjam, csak többé-kevésbé felesleges, vagy értelmezhetetlenek tűnő kiadásokat, amiket egy hétköznapi magyar családnak kell fizetnie, és inkább ezért fizessél, mint bármi másért. A másik pedig az, hogy nem szabad soha elfelejteni, hogy ezeknek az összegeknek a nagy része, ugye ebből nem majd elmennek Horvátországban nyaralni, meg a Kanári-szigeteken, ilyesmi a tulajdonos, meg a fenntartó, hanem hogy állagmegóvás, meg ilyesmi. Tehát, azért mondom, hogy adom a dolgot, csak így. Tudod, amikor így egybehallod az egészet, akkor azt mondod, hogy nem tűnik kevésnek, igen. Az nem kevés pénz. De persze, hát tudjuk, hogy jó helyre megy a lóvé, meg ott az embereknek bért kell belőle adni, fizetést kell belőle adni, az állagmegóvása kell, nyilván így van. Kérdezi egy hallgató, hogy Szolnokra miért nem megyünk. Voltunk egyébként többször is, tehát ezt meg ezt, hogy Szolnokra nem jöttök soha. Kétszer volt. Milyennek az oka? Gyerekek, mindenhol voltunk, minden nagyobb város most nyilván, nem tudom, Sűsápon nem voltunk, meg Ócsán, de hogy minden nagyobb városban voltunk, mert Szolnokon is, csak lehet, hogy pont te vagy ti nem tudtatok jönni, mert hogy többen kérdezitek. Folyamatosan műszakban dolgozok, nem tudok messzire elmenni, Szolnokra soha nem jöttök. Miért, kérdezi a hallgató? Szóval, hogy voltunk, ez a lényeg. Voltunk. Kétszer is voltunk, még Kazatibit is elvittük. Így van. Jó, értem, hogy annak nem örültél annak idején. Jó, hát igen, volt Kazatib, és aztán egy évre megint visszamentünk. Először többen voltak, másodikra már kevesebben. De voltunk. Sajnos nem tudunk mindenhol elmenni. Igen, hát most ezen öt város örülhet igazából. De Sopron, Kaposvár, Baja-Eger és Budapest. Budapesten pedig, ha jó idővel reméljük az lesz, akkor egy hajó. Hajó lesz, majd egy hajóról szól az adás, és ott dől el, hogy ki az autó. Budapesten a Dunán fogunk cirkálni. De föl lehet szállni hozzánk. Föl lehet szállni, igen, majd mondom minden részletet. Nem az van, hogy a Dunapartról integetsz. Sziasztok, én vagyok az autónyertes, igen, hagyd szálljak föl. Úzz be, mi megüvöltözünk. Na, jól van, hát akkor új hét kezdődik már, ami a játékot illeti. Aki akar, az játszon velünk, jó? Ehhez nem kell más, csak egy SMS, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Ákos elmondja a híreket hosszan, aztán jövünk majd a játékkal a hírek után. Röviden így van. Van egy közlekedés hírünk, M1-es 49-es kilométerére nagy a köd már most. Hát, lassan erre fel kell készülni. Hát és ugye ott van Kőszeg, beleúztak a sógorék már megint, mert most állítólag 2-3 kilométeres sor van, és nagyon sokan írják, hogy ha lehet, kerüljétek, de hát ki tudja kerülni, hogyha valakinek a másik oldalon van dolga, merre fel kerüljél ilyenkor. Dolgoznak a sógik? Aha, nagyon belehúztak. Ugye most kerítésépítés is lesz majd, lásd Ákosnál a hírekben, úgyhogy... Na jó, reméljük nem fogunk nagyon kötekedni. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk a hírek után, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. 10 perc múlva 7 óra, hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, hétfő van, hát kitartást kívánom mindenkinek. Ez a naphoz, gyerekek, ez nem egy könnyű nap. Ez nem egy könnyű nap, de túl leszünk ezen, és aztán mennek a napok majd. Mosorog a forgalom, nagyon kemény volt M1-M7 bevezető, már reggel. Én is értettem, hogy miért az, hogy kedden nem jönnek, 3-6-kor az emberek, hétfőn 3-6-kor meg nagyon sokan jönnek. Jönnek még vissza Balcsiról, vagy... Már nincs lent szerintem senki. Szerintem jön a pesti munkaerő, aki itt dolgozik, és akkor pénteken megy haza. Hétfőket minden nagyobb dugó van az M1-M7-esen is, igen. De ez a mód, ez jó volt. És képzeljétek el, a hétvégén így valahogy elkezdtem nézegetni a régi videókat, és hát mindenem végigmentem, Jázun, Depeche Módon, már Vince Clark interjúkat néztem, aki ugye annak idején a Depeche Módnak az alapító tagja is volt, meg az Erasure, meg az említett Jázúja is. Már ott hagytam abban, amikor már Limál videókat néztem. Hát tőled. Kedzsegugút, meg ilyeneket. Tehát tudjátok, hogy az elkezdtek valamit nézni, aztán dobálja föl mindig az ahhoz hasonló, vagy ahhoz kapcsolódó többi videót. És hát elképesztő jó volt. Így néztem, és így másfél órán keresztül csak ilyen 80-as, 90-es évek eleje szinti popjai, hát fantasztikusak voltak. Hát kikerülhetetlen volt még akkor is, hogyha nem szeretted a műfajt. Ezeket akkor is ismerted, nem? Alphaville, meg ez mindet, az összeset. Aztán mondom, amikor már ilyen végtelen történet, Limál, meg hogy hívják, Falko, der komisszár, akkor azt mondtam, hogy na jó van, ennyi időm azért nincsen. Picit erősségem. Na jó, van, nézzük meg akkor, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello. Jó reggelt, fiúk! Kriszta vagyok Egerből. Hello, Kriszta! Egerből, hello! Megyünk hozzátok jövő héten. Nem igaz, komolyan, melyik nap? Mondom neked, kérlek szépen, csütörtökön ott vagyunk Egerben. Szuper, én is ott leszek. A Gárdonyi Géza tér, szeptember 29. Ja, jó lesz. Jó. Így van, ez az utolsó állomásunk, már az utolsó vidéki állomás, mert aztán a 30-dik a Budapest. Ott zárul az utolsó turnénk. Úgyhogy Egerben találkozunk akkor. Szuper, nagyon jó, köszönöm szépen. Otthon vagy még éppen? Igen, épp Anna annyira meglepett, hogy azt mondtam neki, hogy szoknyába is melltartokba szaladgálok, mert annyira felspanolt, igen, gondolom. Igen. Annyira felspanolt ezzel, hogy nem, én hiába írtam nektek SMS-t, soha semmi, és most igen, látod? Évek óta. Ezt nagyon meg vagyok lepődve, és nem tudom, hogy fogok játszani. Hát mert valahogy azért játszál, ha már ennyire szerettél volna, akkor most már ne add el azért, mert végre egyszer adásba kerültél. Őszintén reméljük rosszul. Igen, reméljük nem annyira jól. És mekkorák a gyerekek? Mekkorák, 12 éves a fiam Dávid, és 6 éves Lara a kislányom. Ők a másik szobában hallgatnak benneteket. Sziasztok! Hello, srácok! Azért a másik szobában ne zavarjanak téged? Igen, mert mondta Anna, hogy ugye a rádiót hallgassam le, vagy valami, és akkor nem akartam itt gerjedést. Jó? Na jó, legyen így akkor. Mehetünk, kivel, vagy hülye vagyok, nem kérdeztem, meg kivel játszanál? Balázs, megtisztelnél. Játszunk egyet? Igen. Jó, játszunk egyet, jól van. Oké, mehetünk? Mehetünk. Na, akkor Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Jó reggelt nektek. Jó reggelt. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy veletek játszhatok. Ilyen ritkán adatik meg az ember életébe, főleg így, hogy nem soká víza van a itteni pályafutásotoknak, aminek nem igazán örülök. Nagyon-nagyon szerettelek benneteket, és hát, hogyha valahol reggel még fogunk titeket hallgatni, bízom az egész rádióságban, hogy valaki felkarol benneteket. Milyen volt a hétkezdésetek, fiók? Bocsánat, igen, persze. Jeleznem kellene, hogy volt egy nem ebben, amit mondtál. De olyan szépen beszéltél rólunk, hogy... Olyan szépen beszéltél rólunk, hogy körülbelül megvárom, hogy végigmond ezt a nagyon szép... De aranyos vagy. A másodika nem igazán volt. Igen. Szóval, hogy voltak nemek. Nem sokára, az mondjuk, ha nézzük, hogy egybe van írva, akkor esetleg, de nem igazán. Ott azért. Volt nem sokára, volt nem igazán, tehát volt egy csomó minden. Jaj, elnézést. Nézzük azt, hát hogy egybe vagy külön, de, vagy hogy... De boldog vagyok, hogy itt láttam veletek. De szerettük, olyan szépen nyomtad, ugye? Aranyos vagy, Feri, köszönöm szépen. Kellemes a hangod. Én elhallgattam volna még az egy percet. Ültem, bambultam, és néztem nagyokat. Ugye, ti bambultatok, és meg nem vettem észre. Igen. Istenem, így jártam. De nagyon köszönöm, bearanyoztátok a hetemet, a jövő hetet pedig megint. Mert ugye jöttök Egerben. Soha nem nyertem még úgy játékot, hogy nem kellett a játék alatt megszólalnom, és nem is gondoltam volna, hogy ebben a két hónapban, ami még hátra van, ez valaha megtörténik, na, hogy úgy nyerek játékot, hogy 3-2-1 tessék, megszól a játékos, meg se szólalok, fél percig csendben vagyok, és utána megnyerem a játékot. Szóval ezért ez gyerekek, ezt csinálja utánam valaki. Fél perc csönddel. Egy szót nem, de még nem is kérdeztem semmit. Eger boldoggá tudott tenni téged ennyi. Eger abszolút, hát és remélem jövő héten milyen boldoggá tesz minket Eger, majd szeptember 29-én. Nagyon szépen köszönöm. Puszilunk, ciao. Sziasztok. Ciao, hello, Kriszta. Szia. Életem legfurább játéka. Komolyan mondom, legfurább játéka. Óriás lendülete, belecsapott egy döbbenetes lendület. És meg vagyunk. Semmi. Tátradőltem, meghallgattam, azt vége volt a történetnek. Akkor így 1-0. Így van. Láttam már ilyet? Jó játék. Igen. Önmagát kivégző játékos. De olyan szépen beszélt, olyan kedves volt, olyan szimpatikus, hát most... Nem lett volna szívem beleszólni. Lefolytani a szót. Nem lett volna szívem. Lett volna. csúnya dolog lett volna. 5 perc a pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, hogy lássuk, mi helyzet az utakon, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. Kérdez egy hallgató, ki ez a nő, te Balázs? Nem a rokonom. Na, higgyetek el! Meg volt a beszélve, igen, anyád még játszik adást. Higgyetek el, nem köszönjük, mama. Igen, 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, elindult a hétfő reggel, és hát óriási dugó. Mindenhol balesetek, és hát szokásos hétfő. Egyszerűen nem is tudok mit mondani, mert annyira standard, közhelyes, és mindig hétfői hangulatot árasztó SMS-ek jönnek, hogy nem is olvasom be őket. Amit viszont jól kompenzálnak a tempós, jó hangulatú zenék, de nem. Na nézzük akkor gyorsan, Árpád híd Budánról Pest felé arra szól. Sáv elterelés van a pesti oldalon. Gabi küldte nekünk, M1-es 142-es kilométer Pest felé gumi és lemezdarabbok az úton. A nulláson Sziget-Szent Miklósnál lépésben haladunk, van infotok, hogy mi az oka, az M1 M7-es felé. Van, mondom én, hogy mi a baj, az M0-ás Tétényi lejárójánál kamionpótkocsi leégett, és az M1-es felé emiatt van torlódás. Tehát ahogy átjöttök a nullás hídon a Dunán, ott jobbra le tudtok menni, és ott most nem lehet lemenni, illetve lehet, hogy le lehet, de kamionpótkocsi leégett, és emiatt van hatalmas dugó. M2-es Pest felé elesett, 28-as kilométernél kamion személyautóval koccant, az M3-oson nagyon senki ne akarjon bejutni, mert a 14-es kilométer kötől áll a dugó a körútig a Robert Károly felújítása miatt. Micsoda? Ó, hát tudod, hogy bejössz az M3-oson? Ott a Dómuszhoz, igen. Dómusz. Az még Dómusz? Mi az így? De be tudják azonosítani. Tényleg már nem Dómusz. És akkor mielőtt odáig elérsz, az egy kicsit korábban jön be, de ott szétdobják a forgalmat. Hát szerintem a Nemzeti Vágta bontása miatt nem lehet menni a Kóskároly sétányon, felújításon a Robert Károlyon, tehát gyakorlatilag egyfelé tudsz jönni a Rákóczi híd felé. Igen. De az meg már ilyenkor áll. Az a rész. De itt a Vörös Hadsereg útján itt egyébként a Vörös Hadseregen simán, persze. Igen. A felszabtér. Hát a felszabtér zseniális. Zseniális a felszabtér, nagyon nagy jól lehet menni. Ezúton csokoltatom az M1-es autópályán a kilométerenként át egymást előző kamionokat. Igen, és Bali, elég passzív voltál. Hát gyerekek, nem tudtam megszólalni. Nem tudtam megszólalni, mert játékosunk fél percen keresztül beszélt, majd leugrott a szakadékba. Tehát ez tulajdonképpen egy öngyilkos monológ volt, amit én a hegy oldaláról, a kőszikláról így végignéztem, és azt akartam mondani, ne ugorj. Nyújtottam a kezembe, azt mondta, hogy már nem látok más megoldást, és ellökte magát a szikláról, és beugrott a szakadékba. Szörnyű tragédia, ez szörnyű tragédia. Jöttek hozzánk. Kicsoda. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Polgármester úr! Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Jó reggelt! Megjött hozzánk Mende polgármestere, Józsi. Jó, hello! Hagyjuk a borítékot meg a készpénzt. Tényleg van az a pénz, ami elintézünk pedig. Polgármester úr, mi járatban? Egyenesen Mendéről? Csak ezért jöttem. Amióta velünk foglalkoztok. Na? Azóta úgy elterüljük a forgalmat, hogy nincsen vásárló a boltba. Pont kérdezni akartam, hogy igen, meghalt a CBA, meg a pecsegyesítő. Mikor indult el, hogy elkerüld a mendei dugó? Kikerültem, földúton jöttem egészen eddig, úgyhogy addig nem volt probléma. Na, de hogy tényleg, mi járatban? Uraim, az ügyből kifolyólag jöttem, hogy múlt héten mondtam ezt a mendei születi fesztivált, és személyesen szerettem volna nektek átadni a meghívókat, illetve szemléltetni szerettem volna, és remélem megkóstoljátok azt, hogy miért is alakul ki Mendén az a dugó, amiről hetek óta a sajtó és a rádiótok folyamatosan tudósít. Úgyhogy egy kis hurka kolbász, főttarja, főtnyelv, szemszájra kingerre, remélem, hogy meg tudjátok. Nagyon jó, és a múlt héten beszéltünk róla, nyilván múlt heti. Ez előtte készültem. Igen, hát, ami megmarad gyakorlatilag, azért, mert most nem állnak meg az autók, ezt behoztam nektek, hogy... Szerintem ez tök jó, minden nap nyugodtan várunk szeretettel. Figyelj, minden nap jön. De tényleg köszönjük, drága vagy, és akkor a születi fesztiválra hozta 3 meghívót. Igen. De aranyos vagy. VIP nincsen telepénze. Nagyon szépen köszönjük. Na most egyébként drága vagy, köszönjük szépen. Mi újság, most rendőrök irányítanak? Tehát most ez egy kis segítséget jelentett? Mert most pár napja kapjuk, hogy mióta beszéltünk róla, rendőri irányítás van. Hangsúlyoznám, hogy szeptember 1-e óta van rendőri irányítás, de most azt a technikát választották a rendőrök, hogy Budapest felől érkező autókat megállítják, és 2 sávon, sűsáv felől elterelik a forgalmat, és hogy 2 sávon küldik be Budapest felé a forgalmat, úgyhogy semmi fennakadás nincsen, legalábbis a bolt is arról tanúskodik, mert senki nem áll meg, mert azt hiszik, hogy nem állhatnak meg, de ettől függetlenül jól érzem magam, úgyhogy tök jó, hogy fogadtatok, és bejöhettem ide. Itt a kedves hölgy azonnal szárnyai alá vett engem, és hozott be ide. Hát látod, ilyen rendes kollégák vannak. Pedig leizzadtam már. Kávét kaptál? Igen. Nagyon finom volt. Fizetes ki vele, jó? Már az megvolt. Már ki kellett. Már az megvolt. Képzeld el, ahogy jöttem be, itt a portás úr megállított, és meglepődött, mint faltörőkos a szenzoros ajtónál, hogy milyen csomaggal érkeztem, úgyhogy gyakorlatilag nagyon kedvesek vagytok, és köszönöm, hogy részt vehetek. Először járok stúdióba. Tényleg nincs benne pénz. Igen. Megnéztem. Viszont lesz, látom, Szikorolóbb és az Ergo, meg Bangó Margit. Igen. A Katlanban. A Katlanban. Nagyon metal. Gyerekek, és egy Morning Show névre szóló kedves Balázs. Nagyon kedves. És úgy, hogy egy dugó kapcsán beszélgettünk egymással, mert azért nem minden nap ünnep egy település életében. Már volt rá precedens korábban. Már a dugó nem minden nap? Hát nem volt egyértelműen pozitív azért. Mert tudod, azért az előfordul, hogyha beszélsz egy ilyen helyzetről a településsel, akkor a település megsért, hogy te miért mondod el, hogy ott baj van. Hát azért mondjuk el, mert ebben az országban élünk, és megpróbálunk erről beszélni. Azért nem mindenki tud ilyen jó fejen reagálni erre, hogy srácok, igen, itt vagyok, kicsit miattam is van, mert az én boltom, tehát hogy ez tök normális dolog. Az tök jó duma volt. Gyerekek, enyém a pecsenyesütő. Most ez van. Én nem tudom, hogy mi van, de több SMS kaptam, mint megválasztásom kapcsán gratulációs SMS-t, ezután a... Annak nevében kiörült. Most végre megtudták, hogy ki a polgármester. Igen. Hatan szavaztak rád, 4-en a többiekre. Neked az oka igazán. Na jó van. Köszi, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Sziasztok. Megyünk akkor. Köszönjük szépen. Csáó. Köszönjük szépen. Mende polgármesterének köszönjük szépen Gasszonyi Józsefnek. Gyerekek, névre szól. De nem a tavalyi. Mondjuk a milyen kis a te nevedre szól, de mindegy. Kedves Balázs. Az én levelem mondjuk úgy kezdődött, hogy felháborítanak tartom, hogy aztán át van húzva, és kedves járna. De jó fej, köszönjük szépen. Hogy? Ki ez? Ja, csókoltatom én is, mondnak neki. Ciao, hello. Most ne vidd el. Ja, nehogy el. Most mi, most hazaviszel? Volt már ilyen korábban. Képzeld, de volt egyszer egy ilyen vendégünk. Igen. Volt egyszer egy ilyen vendégünk. Mi maradj itt egy pillanatra, behozott egy pecsenyetálat. De gyönyörű volt tényleg. Mert promóztuk valami, nem tudom miért. Értem, promóztuk, szóba jött valami hétvégi vásár, vagy valami. Hétfőn bejött, hozott egy hatalmas nagy fatányért, tele minden finomsággal, mondta, hogy kóstoljuk meg, mert ez a sajt nagyon jó, adott egy darabot, hogy elvitte az egész. És elvitte. Nem vittük el. És elvitte, de úgy, ahogy van az egész, nem az, hogy a tálca, mert hogy abból egy van, vagy mit tudom én, nem az volt. Egészet, hogy megmutatta, igen, jó, még egy kicsit, jó, szagoljátok meg, ugye, hogy milyen jó élet van, na szavaztok. És elvitte, úgyhogy figyelünk, nehogy elvitt. Köszönjük. Készen, a kedves, hogy nem mindig kedvesen. Jó, megyünk. Köszi, megnézzük. Köszi, ciao. Arccal Bangó Margit felé. Tudod, micsoda bulit csinál. Hát sejtem. Nagyon jó. Ergo, jó lesz. Mondjuk Dénes Tamás DJ. Jó, hát. Jó lesz, az is jó. Kedves, szimpatikus rác. Mondjuk azt, hogy bevállalt, hogy jövő a pecsénsütő, az nagyon nagy. A legnagyobb. Az jó duma. Tehát, hogy azért az... Igen, ő kicsit jó a dugó, mert megállnak sokan a pecsénsütő előtt. Más nem vállalja be, hogy jövő a kastély. Igen. Na, gyorsan azt mondja, hogy még egy-két SMS. Budakeszi polgármesterét is hívjátok meg, kérlek, minden egyirányú. Mindig egyirányú a forgalom Pest felé. Esetleg reggel 8-ig lehetne engedni más irányba és közlekedni az embert, hívta egy hallgató. Jó, meghívhatjuk őt is, csak azt nem tudjuk nagyon megoldani, az egy sáv. Tehát ott Budakeszin az egy sávon. Úgy van, hogy reggel befelé, délután kifelé? Így van egyirányúsítva? Keveset járok arra reggel. Nem tudom. Ja. Mindenesetre nagy dugó van. Meg vagyunk. Már mivel? Mit? Hogy? Ezzel is. Nem, csak hangosan gondolkodom, valaki nyaljátok, csak fényes. Nyaljuk, semmi ott nincsen. Ne is törődj vele. Lehet. Majd mit csináljuk? Persze, ezt visz csak ide. Nekünk ez jól megy. Kész. Láttátok, amikor Tasnári kiszabadult a börtönből? Az a hűtős sztori, az mi van? Mi az Isten történik? Láttátok? Csak egy mondatot beszéljünk már róla. Tehát úgy az van, hogy így amikor viszonylag hosszú időt tartózkodsz bent a síten, akkor hogy ez összegyűlnek mindenféle ilyen személyes cuccok. Mikrohullámosütő, kis hűtőszekrény, kis hogy hívják el. Na jó, de úgy jött ki, mint egy wellness szállodából jött volna ki. De nekem az volt a viccesben, hogy ezeket kis hozzá. Tehát nem mondja azt a laptársaknak, hogy srác, Lajos az a tiéd, Józsi az a tiéd, akármézét, mert hogy az olyan úrias lenne, tudod. Tasnádi kiszabadult a börtönből, kitolt egy ilyen olyan kocsit, amivel egy a polcokat töltik a polcszervizesek, mit tudom én, egy Spárban, rajta egy hűtőszekrény, és egy csupa világmárka néztem. Csupa világmárka, egy sportáska, érted? Hát nem tudom, egy rádió volt rajta, hűtőtáska, hűtőszekrény, egy bőrgarnitúra, 3 darab mikro, 2 darab vízforraló, és egy szóri hífi rendszer. Hát mondom, hát ez ilyen jó oda ment, hát az embernek kedve támad bemenni. És egy vízforgatós lábmasszírozó. Azt rendszerzed meg, vagy hát ez jó kérdés egyébként. Persze leboxoltál. Hát mi cserével, tudod, van 2 cigid, egy kicsit nagyobb elcseréled. De hogy van, beengednek? De beengednek, akkor bent van hűtőd, tévéd, hozott 2 tollasütőt, egy teniszütőt, egy squashhálót, érted? Úgy jött ki a börtönből, más nem visz ennyi cuccot, H-ból B-be átköltözik. Srácok, a szenzorus villanykapcsolókat én vettem saját pénzből. Már partintja is le. Képzeljétek, milyen szomorú lehetett a többi raptárs, amikor kimondták, hogy Tasnádi ma, akkor Tasnádi úr, ön ma szabad, és így elkezdett pakolni, tudod, és így villa, mikró, igen, indukciós sütő, mindent elvitt a csávó. Ha még mondom, az lett volna, de nekem picit fapadó. Konkrétan, de ennyi cuccal nem költözöl el. Te nincs ennyi cuccod, amivel ő kijött a börtönből. Igen. Mondom, hogy wellness szállodában volt? Hogy hol volt? Elképesztő. Otthonossá akarta tenni. Ha beengedték, és állt így a börtön előtt egy ilyen zsúrkocsival, amin tele volt minden. Az elmes bútorokat hagyom meg, a francia ágyat is, azt használjátok egészség. Nem vittem el egyébként. Na, egy nagyon helyes levelet kaptunk. Egy hallgatónk hívta fel a figyelmet egy buszsofőrre, és a levél az nagyon rövid, de nagyon helyes, így szól. Nem akarjátok esetleg felhívni valamelyik reggel jövő héten, hogy meséljen kicsit erről a sztoriról? Én ismerem személy szerint is Gábort, nagyon szórakoztató figura, Hodor kapcsán jó anekdótái vannak, mert hogy ő Hodor magyar hangja, aki egyébként buszvezető. El tudná nektek mesélni, hogy készült fel a szinkron szerepre, hogy a beszédtanárával lekványos kenyér kifejezést gyakorolta 20 különböző érzelmi tónussal, hogy később Hodor is menjen. Buszvezető nagyon helyes, és biztos örülne, ha felhívnátok. Szép napot, jó munkát nektek, Szombati Orsi. Na, aki látta a Trónok harcát, az ugye tudja, miről van szó. Igen, nem túl komplex a szerep. Nem túl komplex a szerep, de azért az mégis érdekes, hogy van egy buszvezető, aki egyébként nagyon helyes buszvezető, és egyébként ő néha vállal szinkron színészkedést is, mert hogy ő színészként indult, majd mindjárt elmondja, aztán egyszer csak Hodor magyar hangját. Közben pedig buszvezető. És ha valaki esetleg nem látta volna, bocsánat, a Trónok harcát, nem tudná, hogy a szerep az milyen követelményekkel jár, az gondolja Lázár Evrin dömdödömjére. Aki pont ennyit mond egyébként. Lekváros kenyér. Lekváros kenyér. Így van, nem, Hodor annyit mond mindig, hogy Hodor. Tényleg? De önmagában a sztori tök helyes, hogy van egy buszvezetőnk, aki hétköznapként buszvezető, és hát nem kapott elég munkát, aztán azt nem tudok megélni belőle, elmeg leteszem a jogsit, elmeg buszvezetni, ha meg kell, akkor meg néha szinkronizálok. És a szinkronrendező ment a 4-es, 6-oson, vagy bocsánat, az villamos a 7-esen, és meghallotta, hogy bemondja az állomást, vagy mi volt? Simán lehet, nem? De jó ez a hangkír, Hodor! Asztória megálló. De jó szól. Igen. Na, itt van velünk Gábor a vonalban. Gábor, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Jó reggelt, hello Gábor. Na, egy hallgatónk írt nekünk, név szerint Orsi, hogy én nem tudom, hogy ő veled utazik, vagy ő ezt pontosan honnan tudta, de hogy felajánlott, hogy beszélgessünk veled, mert hogy valószínűen ennek te is örülnél, meg lehet, hogy minket is boldoggá tenne a dolog. Te valóban buszvezetőként dolgozol? Valójában 3 éve autóbuszvezetőként dolgozom. És melyik volt előbb, a szinkron színészkedés vagy a buszvezetés? Hát a szinkron volt. Szinkron volt előbb, az kb. Egy olyan 15-16 éve kezdtem el. És akkor mondták, hogy szép kövér gyerek vagy, gyere színpadra, mondom, gyerekek, fogalmam sincs, hogy a színpadon mit kell csinálni. Majd megtanulod, aztán szép lassan, azóta is tanulgatom Sinovágyul a barátomtól a szakmát, úgyhogy én élvezem a dolgot, csak kevesebb, ahogy mondtátok a felkonfban, kevesebb lett a munkám, és így jött az a ötlet, amit leggyorsabban meg lehet csinálni, megszereztem a buszvezető jogosítványt, és elhelyezkedtem. És mert délelőttönként szinkron, délután busz, szabadnapon szinte egész nap szinkron. És milyen szinkron szerepeid vannak? Hát ami most pillanatilag fut, ami talán úgy ismert lehet, az a Grimm című sorozatban a Bud szerepe. Ő egy ilyen meglehetősen diszfóniás beszédű ember, aki állandóan kapkodja a levegőt és állandóan gyorsan beszél. Nagyon ő ellentételezi Hodort, aki ugye egyetlen egy szót mondott, a Bár az viszont megizzaszt a végtelenségig, bár időnként a Hodor sem volt könnyű, mert egyetlen egy szóval ez a Hodorral kellett kifejeznem az érzelmeket, illetve a mozgását a Christian Nernek, aki a Hodor szerepét játszotta a filmben. Igen, Hodor mindig azt annyit mondott, amilyen is mondott, hogy Hodor. Hodor. Ami nem egy egyszerű, erre éhes volt, azt mondta Hodor, ha bántották, azt mondta Hodor, ha el akarták tőle venni a gyerekeket, azt mondta Hodor, tehát hogy valóban tényleg... volt. Igen, ez az expresszív afáziának a tünete, ami egy létező betegség, a halánték lebeinek az elváltozása, ami hát tulajdonképpen nem is, hogy egyetlen szó, hanem a verbális szövegszerkesztésnek a szétesését jelenti. Ő szavakban beszél, ahogy én beszélem az angol nyelvet, hogy én menni utca, láttam kutya, mondtam miau. Ha valaki akarja, megérti, ha nem, akkor nem, akkor így jártam. Beszédtechnika tanár segítségével készültél a szerepre? Az a beszédtanár jóval korábban volt, az 10 évvel ezelőtt volt, ja. Csak én kaptam egy olyan szerepet, hogy a lekvár, nem szerepet, hanem szót, hogy lekváros kenyér. Ma Montág Imrének van egy gyakorlata, ő 25 féleképpen el tudta mondani azt, hogy jó napot kívánok. Hát én 10 alatt van, amit bele tudok vinni egy-egy szóba, és a lekváros kenyérrel kellett elmondanom a macsót, a pofai, a piaci kofát, és a többi, amik úgy általában szeretek vannak az életben. Egy szerelmeset dob már be lekváros kenyérből, hogy az milyen. Hát ez most nagyon jó. Na, hát ez baromi néz, olyan, mint a színésznek azt mondja, hogy ma szólj egyet. Lekváros kenyér. Hát ez inkább, igen. Erotikával túlfűtött volt. Hát miért működik anélkül a szerelem? Az mondjuk igaz, nyertél. Melyik járaton vagy egyébként? Hol vagy buszvezető? A 250-es busz vonalán, ami a Kelenföldi vasútállomás és a Szabolya Park között közlekedik, egy gyönyörű szép helyen, Budafokon, kertvárosi övezetben. Mennyire szép, mondd már el, Lici, Hodor nyelvén. Tényleg nagyon szép, és ami a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon jó az utasokkal való kapcsolatom. Nagyon kellett, tehát tényleg kellemes velük utazni. Na most őszintén, volt már olyan, hogy valaki az utasok közül odajött és azt mondta, hogy én magát ismerem, hallottam már a hangját, maga ugye Hodor. Nem létezik, ez nem létezik. Nem volt ilyen. Ellenben amióta megy a szavazás, a Budapesti Közlekedési Központ szavazó játéka a Facebookon, azóta viszont nagyon sokan mosolyognak, és a tekintetükben ott van én tudom, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudom. Tehát most már nagyon sokatnak leesett, hogy... Milyen szavazás? Milyen szavazás? A legnépszerűbb buszsofőrt keresünk. A legnépszerűbb buszsofőrt. Aha. Most nem is tudtam, erre lehet szavazni, hogy ki a legnépszerűbb buszsofőr, tényleg? Igen. Te kapsz azért, mert hogy ők tudják, hogy te tudod, hogy ők is tudják. Nem, itt azért itt nagyon komoly kollégákkal vagyok itt versenyben, akik már nagyon régóta buszoznak, és nagyon nagy az ismertségük, és hát valójában igazi buszos szakemberek, mert én csak néhány éve csinálom ezt. De én csak annyi van ebbe az egészbe, hogy ez a Hodor bejött ebbe a történetbe, hogy akkor viszont én ezt már kihasználom, hogy a durván 1000 autóbuszvezető kollégámra egy kicsit felhívni a figyelmet, egy kis odafigyelést, egy kis szeretetet feléjük plántálni. Micsoda szív. Lejes vagy. Micsoda szív. Na jól van. Gábor, hát köszi, hogy itt voltál. Érdekes volt, ez meglepődtünk, nem gondoltuk volna, hogy ez valóban így van, aztán utána néztünk, és tényleg megtaláltunk téged. Te, aki buszvezető vagy. Nem ismer lehetetlent. Igen. És színészként is tevékenykedsz? Tehát színházban? Vagy most egyelőre csak buszvezet és szinkronizálsz? Nem, a színház olyan, hogy legközelebb november 10-én játszom. Az a baj, hogy nagyon nehéz engem most diszponálni, mert a busz miatt, úgyhogy a színház az most alábbhagyott, csak a futódarabokban vagyok benne, és tehát új darabot nem próbálok, viszont a szinkron az folyamatos, tehát most is, ma is megyek szinkronba, holnap, szerdán, tehát hál' Istennek, hogy be van osztva. De hodorozni? Vagy van más? Nem, Sárs kiírták. Vége? Meghalt, kiírták. Nem, Hodort kiírták a sorozatból, de a Grimm továbbra is fut, egy Esperanza nevű sorozat szintén fut egy másik stúdióban. Úristen, amikor meg színészkedném, akkor megmondod, gyerekek, ne haragudjatok, járatom van, úgyhogy nem. Keressetek már. Köszi, Gábor, vigyázz magadra! Én köszönöm, a legjobbakat nektek! Köszönjük szépen! Hello, ciao! Mi lett vele tényleg? Elmondjuk el, mert még nem jutottam el az utolsó évadig. Nem tudom, hát sajnos. Csúnya vége van? De kiderült, hogy miért mondja azt, hogy Hodor. Hát hallott homloklebeny. Jaj, jó, nem gondolom. Kiderül, hogy miért mondod, hogy megkéne. Nagyon szerethető karakter. Akinek nem mellesleg egyébként, vagy bocsánat, ez picit én... Szóval mellesleg hatalmas adottságai vannak. Rákás. Nem arra gondoltam, ez is kiderül a sorozat. Na, drága hallgatók, a színészkedés és a szinkron színészet kapcsán elkezdtünk beszélgetni arról, hogy fiatalabb korunkban, gyermekkorunkban, vagy éppen kamaszként, ki milyen produkcióban statisztált. És kiderült, hogy itt majdnem mindenkit behívtak valahova, állt egy sarkon az Evitában, átadott egy levelet Madonnának, valahol a Hősök terén, egy darab német katona volt, sose került be a moziba, mert kivágták. Szóval, hogy itt majdnem mindenkinek vannak ilyen élményei, és szeretnénk benneteket is megkérdezni arról, hogy ki miben játszott, lehetett-e egyáltalán látni, mi volt a feladata, ha tömegjelenet, azt is írjátok meg, ha esetleg világsztárral találkoztatok, azt is, hogy ki milyen hollywoodi produkcióban játszott Isten, már, vagy akár hát magyar filmben, sorozatban, az apró utolsó utáni kis statiszta szerepekre is kíváncsiak vagyunk. Én voltam lázongó paraszt a Jáki templom előtt. De jó. Levegette valamelyik király, nem tudom már melyik királyunk, nem engedte, hogy bemenjenek a hívők a templomba. És azt kell szabad vallást, igen, és hogy örömbölök a templomban, be akarok menni. És benne voltál, vagy kivágtak őszintén? Nem, benne voltál? Benne voltam. Viki anya az Evitában nyomta. De látható? Hát az Evitában ugye, amikor megérkezett Evita, ott magyar statiszták voltak, az Evitában rengetegen voltak. Benne volt? Ő benne volt aztán? Benne kutyával. Benne, de nem látszik. A kutyával vagy a kutya nélkül? Kiderült aztán, hogy Viki húga is volt az Evitában, tehát ez egy ilyen családi vállalkozás volt, úgy látszik, akkor ott valamelyik egy statiszta közvetítővel járt, hogy én nem tudom, mi történt, de mindenkit kiközvetítettek a családból az Evitába. Én a Szegedi Nemzeti Színházban játsztam, mint szerzetes, kérlek szépen Csillag a mágián című darabban, és az volt, hogy ilyen csuhát hogy kell. Várjál, hogy nem, hogy venni kellett fölé a csuhát, és az volt, hogy ezt átlag méretre gyártották, tehát nekem a térdem aláig ért, és föl kellett volna álljunk úgy, hogy mondták, hogy de szép nagy darab csávó álljon ide előre, és akkor meglátta a rendező, sírva elkezdett röhögni, hogy kint van a lábszára a csuhából, állj a másik oldalára, tehát semmi. Én voltam a sor másik végén, a közönség legtávolabbi részén benne a takarásban. De kifizették, hát az a lényeg, álltunk, beszélgettünk, jó volt. Azért, igen, erről beszéltünk mi is hétvégén, kiderült, hogy Viki húga ugye az Evitában játszott, és a Banderász őt szedte föl a földről valami szekér alól. Oh. De hogy volt ott egy kislány, aki 3 napot feküdt a szekér alatt, csak felfázott, mire a Banderász valóban fölszedte, és akkor befektették a húgát, akkor viszont téged fognak fölszedni a Banderász, mint a 10 éves volt a húga, vagy nem, csak a Banderász összeeszkávált, hogy szét fölszedte. Maga Banderász elől, igen. Igen, egy szekér alól, vagy nem tudom, valahonnan föl kellett. Nem Benicio del Toro, hanem Banderász. Igen. Na, ugye írjátok meg, drága hallgatók, hogy miben játszottatok el életetek szerepét, jó, ki miben statisztált, mit adott át, mi volt a szerep, mi volt a film, és mit kellett csinálni. Ér azt is megírni, hogy benne voltál-e, vagy nem. Jó, mert az is gyönyörű történetek vannak, amikor becsődül a család, tudom, 15 évvel ezelőtt egy moziba, várjátok, hogy ott leszek, és kivágnak. Na nem vagy benne. Ez az, hogy itt-ott. És a bűnös életben nem láttad magad. Viszont soha. Írjátok meg, hogy mi volt ez, jó, miben színészkedtetek egy pillanatra, 7:53, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! És ők ezért pénzt kapnak, érted? Nem, keveset. 348. És gratulálunk. 348, és kiváló dal. 348 múlt pontosan 1 perccel. Arról beszélgettünk már, hogy ki milyen produkcióban játszott egy, hát hogy is mondjam, hajszálka kis szerepecskét. Szóval, hogy minden érdekel bennünket, amikor is életetek nagy jelenetére készültetek, és valamelyik amerikai vagy magyar produkcióban. Nyilván nem főszereplőket keresünk, hanem hát statisztáltatok. Ugye régebben és most is nagyon sok amerikai produkció is forog itt, és hát gyerekként, amikor tényleg először Madonna megérkezett, és az Evitát itt forgatták, hát akkor megállt az élet. Ma már azért ehhez hozzá vagyunk szokva. De bármiben benne voltál, hogy benne lehettél. Óriási dolog volt. Óriási élmény volt. Igen, nagyon jó SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy a Kicsváros forgatásán egész nap tömegjelenetben vettem részt, csak 2 szem látszódik, viszont 2009-ben a Radia című francia filmen ennyi volt 5 másodperc. A kamera előtt kellett elvinnem egy dobozt egyik asztalról a másikra. 5 másodperc csak én. Egyedül voltál. És csak egyszer kellett újra venni. Zorik. Tehát, hogy tehetséges is vagy, ugye? Nem jobbról balra, balról jobbra. Igen, azt mondja, hogy reklámfilmet forgattak a még létező budai skálában arról, mi lesz, ha 100 forint lesz egy kiló kenyér. Engem, mint vevőt kérdezt meg lejátszották este a híradóban. Azaz utálat, irítség és támadás a másodfokú kollégáktól jött, felejthetetlen. Ria küldte nekünk. Apám egri csillagokban magyar strázsás volt. Bátyám Stallone menekülés a győzelembe tömegjelenetet vett fel. Az ki lehetett az egri csillagokban, azt a statisztát keressük, akinek a kezén ott volt a kvarcóra. Tudjátok, az egy ilyen legendáség. Rasburg Jenő családi kör című sorozatában csúfolnom kellett egy kislányt. Vagy 50-szer el kellett mondanom, hogy ott jön az esernyő fejű. Én mindig elrontottam. A 3 kívánságban voltam őrjöngő tömeg. Ezt Niki küldte nekünk. De egyedül. Igen. Pixalámi reklám Szegedi Nemzeti Színházban forgatták. A tarkom kb. 3 másodpercig látszott. A párom Brad Pitt testdublőre volt a 7 év Tibetben című filmben. Na, az komoly. Megpróbáltuk kiszélni, de nem akar beszélni. Azt mondja, hogy a feleségem volt statiszta Ed Harris Beethoven filmjében. Kurtizánt játszott, még táncolni is kellett Ed Harris-szel. Vártuk a filmet, sajnos kivágták a jelenetet. Szemetek. Rohadékok, ezek nincs. Ed Harris szalul nézett ki meg. Igen. Azt mondja, hogy 88-ban a Terminus című filmen kislány főszereplőjének a dublőre volt a másik főszereplő. Annyira hasonlítottunk egymásra a kislányról, hogy édesanyám nem tudta megmondani, én vagyok el filmben, vagy ő. A Mesél az opera című produkcióban bálozó lány voltam, sok kiváló színésszel beszélgethettem. Ezt Kriszta küldte nekünk. A testdublőrös az kamu volt, de hát nyilván. Én is voltam egyébként. A testdublőr? Igen, a szaunás jelenetben a Vörösváron már nagy Schwarzenegger. Nem, te csak segdublőr voltál. Segdublőr voltál. De nagyon jó segdublőr voltál. Arni azóta is emlegeti, hogy olyan segdublőre volt. Milyen segge van Arninak? Az nem is az övé volt. Az én voltam. Igazából díjat nyertél. Így van. Díjat nyertél a következő megrendező kaszkadőrök kockáján. A legjobb segdublőr kategóriában. És az év segge, igen, János Vador! Balázsokban voltam néző. Hát gyerekek, az... Na, azért sokan. Igen. Kisváros forgatás egész nap tömegen ment, csak két szem látszódik. Igen, ja, ezt már olvastam, igen. Valaki összetörte a Kisvárosban valakinek a robogóját. És erre mindig emlékezik. Csobi barátom az Üvegtigris 2 című filmben igen fontos szerepet kapott, koporsó cipelő volt. Igen, 1000 éve nem láttam se a filmet, se őt, innen üdvözlöm őt. Atlasz küldte nekünk, köszönjük szépen. Havarom, a Hasutasok című filmen látható, mikor Hernádi a barátom fejét jól láthatóan a mellei közé szorítja. Mondanom se kell, nagyon irigyelt. Hát beszélgetünk régen Olivérrel. Emlékeztek Olivérre, aki híres sztárok testdublőre volt, és ő egyszer azt mondta, hogy állítólag tényleg a Bradnek volt ő a testdublőre valamikor. Még a Danubiusban beszélgettünk vele. És elmentek együtt motorozni. Kvadoztak a sivatagban. Kvadoztak a sivatagban, igen. Vádli dublőr volt, ugye? Meg Fedék, ő is. Igen. Azt mondjuk nem tudom, hogy Brad Pittnek miért van szüksége ilyesmire, tehát, hogy mert egyébként tökéletes teste van, tehát, hogy nagyon jól néz ki az ember, de hát jó, hát Oliver sem. Oliver játszott, igen. Keresek című második világháborús magyar erdélyi rendezési dokumentumfilmmel, ha jól emlékszem, 4-5-ször is meghaltam, nagyon izgalmas volt, kicsit egyhangú szerep. Nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, tényleg. Kiderül, hogy minden családban legalább egy valaki játszott egy világhírű produkcióban, egy pillanatra is. Én voltam az Evitában a tus alatt a leghátsó éneklő katona. Rohadtul nem látszik belőlem semmi. Enrekülte nekünk. Én a Katedrális című filmben voltam leprás paraszt. Donald Sutherland is játszott benne, találkoztunk is pár nappal később. Donald besélt át anyukám ékszerboltjába az 5. kerületben. Anyu mondta neki, hogy a filmmel együtt játszik, majd miután kiderült, hogy mi a karakterem, kérdezte a pasi anyukámat, melyik testrésze hiányzik, mert akkor megkeres majd a forgatáson. De jó fej. Nem keresett meg, de legalább anyunál vett egy közel 1 milliós gyűrűt. Na. Megérte. Igen. Ez a leprás paraszt, ez életem álma lett valakinek. És abból az egyik része már megvan. Igen. Így van, ez egyik a Ferécsi kölcsök. Kicsit igen, csonka még az életpályám. Már csak leprásnak kellene, mert a felét már összeösszen, igen. A Hellboy 2-ben dülöngélő ork voltam. Az is egy komoly szerep. Autostatiszta voltam az I Spy című filmen. Az Eddie Murphy, hát én a itt forgatták, igen. Na jó, hát komoly szerepek azért ezek. Komoly szerepek, de köszönjük. De nagy élmény lehet egy ilyen nemzetközi produkcióban. Képzeljünk, mikor egy Brad Pitt elmegy, és ott vagy egy film, nyilván közelébe se kerülhetsz, tudom. Ha találkozol vele. Általában szakadó esőben -4 fokba állsz egy tömegben. Világsztárt nem látsz, négyszer felveszik veled, senkivel nem találkozol, senkinek a közelében nem, és viszont nagyon jól fizet. Tényleg, baromi jól fizetnek. Most nem találod, de az volt az egyik kedvenc, amit egyik hallgató írt, hogy az Édesem a drága bőbe című filmben volt a címszereplő elhunyt családja a bátyjával és az édesanyja együtt, és csak egy fotóformájában kerültek a filmbe. De nyomorult úr is, az jó, milyen. Ott vagyok a komódon, látod? Igen, ott, mögöttünk, ott, passz. Hát ilyen nagy magyar színészek is voltak világhírű produkcióban rövidebb ideig. Dobokata például, ugye benne volt egy film, mikor fölmegy egy New York-i fodrászatban a lépcsőn. Igen. Akkor még ugye együtt volt Andyvel. És ez lett. Ez lett belőle. Egy Robert De Niro filmben játszik egyébként. És ott fölmegy egy lépcsőn, és kerestek valakit, és Dobokata válaszol. Az akkori párja intézte neki valószínűleg. Hát azt mondom, hogy Andyvel, akkor még Andyvel volt együtt. Együtt például, igen. De voltak ennél komolyabb szerepek is, hát például pont, hogy említettem ugye a Vörös Zsarút, abban a Növény Norbi is játszott, meg a Koncz Gábor is. A Növény Norbinak letépik a műlábát, és abban van a Koko. Már nem úgy, akkor Kovács István. A műlábában ott volt Koko, a mindenség. És ez mekkora szerep volt Kokónak. Koko is nagyon élvezett. Igen, nyomott egy, hogy hívják, ott egy dzsebelt, utána pedig egy horgat, és kicsit ránéboxolt, aztán visszamászott a növény lábába. Hihetetlen, én összetett szerepek vannak, forzánság. Na jó, köszönjük az SMS-eket, játsszunk már, itt is van a játékosunk. Spanyolul kocáisz. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Alexa vagyok. Szia. Alexa, hello! Alexa, honnan hívtál minket? Budapestre. És mit csinálsz éppen? Hát tanuló vagyok, úgyhogy most fogok iskolába menni. De hányadikos vagy? 13-os. Vagyis? Azt hát, várjál csak már. Ez ilyen 5 évfolyamos gimnázium, és akkor az utolsó évét járom már. Ja, és akkor mit csináltak az 5. évfolyamban, amikor már elfogytak a tantárgyak? Hát pont az, hogy a 0. évben nem voltak tantárgyak, és akkor most érjük be így. Jó, és akkor mit csináltatok a 0.-ban? Nyelvet tanultatok? Hogy nyelvet tanultunk, igen, többnyire. Az menő, az menő. Többnyire. Többnyire, igen. És utána akkor érettségi? Igen, és aztán egyetem a terv. Na és hova? Hát ELTE, vagy esetleg a Kodolányi. Na, média? Nem, társadalomtudományok közül valamit szeretnék. Jó van. Fellélegzem, nem jön még az utánpótlás. Még van egy kis idők. Oké, na figyelj, válasszál akkor mit szeretnél. Minden van, úgyhogy teljes a paletta, Alexa. Hát melyiket javasoljátok, esetleg a legkönnyebb? Válaszza tárgyat, azt szórakoztató. Vagy állat? Könnyű? A tárgy az jónak tűnik. Jó, akkor legyen a tárgy. Jó van, de ugye nem szívattál meg valamit. Dehogyis, nem. De már. Tök egyszerű lesz. Figyelj, hallgass meg, így szól a tárgy. Figyelj, figyelj, figyelj. Most nagyon figyelj. Lacaózák ne lep. Ugye, ugye? Jó, de jön még egyszer. Most aztán jobban fülej, mint az előbb. Lacaózák ne lep. Na, lejárt az idő gyorsan. Mondd. Mutassa még egyszer. Mi? Lacaózák ne lep. Ne lep? Peklen. Van ilyen peklen? Hát, van ilyen tárgy, hogy peklen. Nem kés. Knelep. Ez a vége. Mi a knelep? Knelep. Pelenka. Hát annak egy picit hosszú. Hallgass meg még egyszer, mutatom. Lacaózák ne lep. Pelenkázó asztal. Lacaózák ne lep. Hát ez sem egy. Így akarunk egyetemre menni. Hát komolyan. Nem csoda, hogy még mindig 13-os vagy. Basszus, most látom, itt volt az ugróegér is, az biztos könnyebb lett volna. Vagy a sas. Na most rohadik voltam, hogy erre rábeszéltelek? Hát, őszintét vagy hazudjak? Nem, mondd az őszintét, mondd az őszintét, igen. Hát örültem volna, hogyha itt mielőtt véget ér a műsorot, akkor nyerhetek még egy ajándékcsomagot, de mindegy. Na jó, szeretnél egy másik kérdést? Igen. De nem kapsz. Figyelj, még majd valamikor játszunk egyet, jó? Jó van. Sziasztok. Puszi. Hello. Azt hiszem, most egy kicsit vesztettünk egy hallgatót. Tessék? Ebben a pillanatban úgy érzem. Jó, de másik 400 000 meg jól szórakozott. Tudod, hogyha kell ezt mindig megcsináljuk csak azért, hogy jobb legyen a műsor. Jó, adunk neki valamit, nem? Jó. Én majd műsor után feljövöm és megvigasztalom. Na, hát akkor már meg is vagyunk. Holnap meséltél. 3 perc, pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Ez a rohadt bali. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Class FM-en. Class FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Class FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Bon Jovi, ez jó. Mindig is jó volt, hát most. Bon Jovi jó. Tudom, gumirok, mindjárt. Nem, én bírom egyébként, nem. Szerintem nem, nincs vele baj. Jó, jó ez a Bon Jovi. Mindennek örülök, amiben gitár van. Itt. Igen, itt. De tényleg, jó, jó. Új albumuk van, azért ez az új zenem? Igen, igen, ez a második dal, amit játszunk róla, azt hiszem. Vagy ez az első, de volt még egy talán. Ne keverjük magunkat nagyobb bajba. Nem, de tudom, hogy két új kering a Class FM-en, úgyhogy ez tök jó. Gyors posta, aztán most ért ide. friss. De tényleg jó. Na, gyerekek, hát hétfő van, elindult a káosz a közlekedésben. Mindenhol dugó baleset. A Vörösvári úton dugóban lépésben haladunk. Nem látom egyelőre, hogy miért. Puszi nektek, ami írta. Mi van a nulláson? Segítsetek, köszi Krisz. Hát, Krisz, nagyon egyszerű a dolog, mert hogy beállt. Hallod, most elég zűrös a helyzet. Tehát, hogy itt tényleg most nem, az a baj, hogy hallod, figyelj meg át. Figyelj tesó, az a baj, hogy tényleg megállt. Most lépésben haladhatsz, vagy sehogy. Vagy picit meg később gyorsabban, de lehet, hogy lassabban. Próbálok visszaemlékezni, hogy mit mondtam, de megvan. A tétényi lejárónál, ami kamion, vagy annak a ponyvája, vagy a gumia leégett, és emiatt az M1-es felé torlódik, ugyanis hát ott valami történt. Olyan nyomasztó minden reggel, hogy mindenki tőlünk várja a választ. Komolyan mondom, tényleg ne terheljetek, hát így is teljesen lelkileg ki vagyok, hogy nem tudok mindig pontosat mondani. Szóval ott a tétényi lehajtónál valami történt, és bedugult az egész nullás, az M1-es M7-es felé jár. A sor vége valahol a Dabasi Soroksári lehajtónál van. A Kis-Duna híd előtt személyautó kamion ütköztek, és ezek is elfoglalnak két sávot, a tétényi lejárónál még ki is gyulladt valami, úgyhogy hát gyerekek, káosz van. De az. Pedig a nullás ritkán szokott beállni. M2-es Göd és Dunakeszi között Budapest felé lassú, Gödi felhajtónál szokásos dugó, ami az előrejutást illeti. Aztán a 6-os úti kijárattól Dunaharasztig torlódik az M0-as az M1 felé. Masszív 10 kilométeres parkoló így hétfő reggel. További erős napot Papa Maci küldte nekünk. Krisz, tehát ez a helyzet, sokan állnak. Az M0-áson a 24-es kilométeren állunk, és ugyanez a dugó, 10 kilométer, Jézus, ugyanem, írjátok meg, hogy akik előbb tartanak, ők mit látnak, zsú. Kérte ezt tőletek, írjatok nekünk, jó? 11-es úton a Megyeri hídnál a körforgalom elhalálozott, Budafoki teljesen beállt, jöhet egy mentőcsapat is, akár, ha nem érek be időben, kicsinál a főnökön, prezentációim vannak, ciki lenne késni, én vagyok az előadó, köszi Móni. Hú. Hát Móni, ott is nagy dugó van, úgyhogy valószínűleg nem fogsz beérni. Vagy küld el a főnököt számát, rácsörgünk, és akkor kimentünk, jó? Egyébként tényleg írd meg, amilyen főnököt száma, fölhívjuk, és elmondjuk, hogy Móni üzent. Dumálunk vele egy kicsit, és megpróbáljuk jobb kedvet elíteni. Nem lesz gond. Frissíts létszíves, mert Szatyi is ért, nagyon fontos, már bejelöltem. Szatyi is szeretne valamit tudni? Igen. Milyen színnel jelölted? Sárgával. Azt mondja, hogy szar a gyomrom, elmegyek Budira, de folytassátok nyugodtan. Köszönjük. Neki ez most a legfontosabb. Most, ugye? Mi egy hallgatócentrikus műsor vagyunk, vagy nem? Azok. Hát akkor... Igen. Árpád híd közepén kamion lerobbant, a sofőr alszik, ezért áll... a Vörösvári. Ott karambol történt. Hát ott az. Karambol történt. Azt, hogy te komment. Hát ott az. Gyerekek, ott az történt. Hősök lépésben, M3-as bevezető elesett. Csorna felől Győrbe a kiterti autópályának menjen, mivel az Abdai elágazattól Győrig áll a sor, ezt pedig Dominik küldte nekünk. Ja, Istenem. Jövő héten ilyenkor pedig már túl leszünk az első stage divingon. Így van. Úszni fogunk a kezeken. Turnéra megyünk. Sopron, Deák tér. Mátyás Király utca felül része. Így van, valószínűleg ebben a formában az utolsó turnénk. Hát ez most már, ahogy látjuk itt a dolgok alakulását, valószínű. Aztán, mi lesz a folytatásban, nyilván nem tudjuk, de az utolsó turnénk, úgyhogy ha még szeretnétek velünk találkozni, gyertek, és baromi sok ajándékunk van. Így van. Baromi sok ajándékot ne viszont. Hagyjátok ki. Ahogy volt főnököm, mondta, biztos ami ziher, legyetek ott. Biztos ami ziher. Ki volt ez, de biztos nagyon jó arcban. És viszünk egy csomó ajándékot is, valaki megnyer majd jövő héten egy vadonatúj Suzukit. Ezzel szeretnénk tőletek elbúcsúzni így ebben a formában. Egy vadonatúj autót még azért így kidobunk nektek. SX4S Cross, így van. Teli hűtőszekrényt viszünk, majd laktózmentes tejjel, mindenféle más ajándékok is lesznek, szóval nem megyünk üres kézzel. Rengeteg ajándék, plusz ugye az ilyen bögrék, a nyakbalkasztó, a passzok, azokat olyan, ami mindig szórja, nagyon, most is lesz egy csomó, meg hát aláírás, fotózás. Új autóngromkártya. Hogy? Nem á. Te csináltattad? Elintézted? Volt, srácok, nem én, de a lányok, igen. És kép? Mi az? Nem, az nem a régi, ugye? Nem új, csak úgy nyomtatunk a régiekből, és úgy új. De úgy is nem, a kép is új. Hát már úgy új, hogy régi. Hát nem voltunk fotózásod. Ez igaz, de hogy a képet eddig még nem használtuk semmire. Ja, úgy új. Aha. Ott hevert egy pendrive-on. Ja, értem, tehát úgy új. Szomorúan. A Váci út, Forgács utca, Árpád híd felé óriási dugó, több kilométeres sorállott is, és azt mondja, hogy M0-as kamion letarolt egy személyautót a Sziget-Szent Miklósi lehajtó előtt kb. 1 kilométerrel, emiatt is van dugó. Az Árpád hídon a Népföld utcától lezártak egy sávot oda-vissza, ezért áll a Vörösvári út és a Szentendrei út is, tehát az Árpád híd is szintén elesett. Dani, köszi, hogy megérted, ez fontos volt nekünk. És a Mátyás királyi úttól befelé már a Szentendrén nem lehet haladni, aki tud kerüljön, de úgyse tud hová. Írta nekünk Ági ezt a nagyon kedves SMS-t. Ez nagyon helyes. Aki tud kerüljön, úgyse tudja hova. Igen. Igen. Ah. Azon gondolkodom, hogy ha Justin Timberlake meg Orlando Bloom már megmutatta a világnak a pöcsét, te miért nem Balázs? Igen, ez egy jogos kérelem a világtól. Na. De ők hogy mutatták meg? Filmben, klipben, vagy csak úgy egymásnak válaszolva? Óriási. Mert először Orlando Bloom volt az, aki megvillantotta, és azt gondolom, hogy elég tudatosan, mert nem nagyon foglalkozott azzal, hogy bármikor bárhol lefotózhatják, és nagyon büszkén, azt hiszem, hogy kajakozás közben. És Justinnak címezte a képet? Két perrivel, és nem, Justin Bieber úgy gondolt, hogy erre válaszolnia kell. De várjál, nem volt ott valami közös barátnő sztori? Ott nem volt az, hogy valakitől elszeretett valakit? Ő valahogy ez elsikadta. Szerintem ott volt. Csak mellett. Aha. Ott szerintem volt valami közös barátnő, nem? És nem egymásnak üzengettek ezáltal? Hogy ők sógorok voltak? Hogy valami volt, és akkor az egyikőjük elszerette másik barátnőjét, és akkor ment az üzengetés ide-oda. Igen. Én szerintem az valami akkor ilyen is volt. Csak van neked is valami átfedés. De hát az, legalábbis hát az én életemben nincs. Hát most... A régi kapcsolatok, valaki, akit egy közös kollégával... Tehát, hogy üzenjek Viki Exének? Valamivel, igen, teljesen váratlanul 10 év házasság után. Instán. Igen, hello, ez vagyok én, és te? Egy pénzkrénnel gyakorlatilag leletszed. De nem vagyunk rosszban, meg hát nem volt soha ilyen nézetek rosszban. Csak így jelezték, hogy ez erőviszony. Hát ezen nem vagyunk rosszba, ezt tudod, ez egy ilyen fedő sztori, nyilván azért keserűség lehet a másik fél részéről, és akkor picit úgy odaszúrsz. Nem rossz. Jó, oké. A misztárjaink miért nem ilyen bevállalósak? Hát a mi sztárjainknak csak a szájuk nagy, aztán abszolút nem bevállalósak igazából, azt hiszem. De mondjuk szívesen megnézném, mert úgy nem tudom. Korzsó üzem valakinek, hogy nem tudom, miért őt mondtam. Az előbb ott láttam, hogy kefírt kiesni a sztárból, de Korzsó, nem tudom, és akkor bebe-visszaüzem. Korzsó üzem bebének, és aztán bebe-visszaüzem. Én így látatlanban azt gondolom, hogy egy bebe-behúzná ezt a sztorit. Valahogy én, mert nem több a bizalom az ő irányába. Valamiért. Lenne mit mutatnia. Igen, lehet egyébként, de szívesen megnézni. De akkor az hogy indulna el? Tehát egy ilyen álmokfutókont a Picasso szobrancs? Igen. Tehát, hogy milyen üzengetés. Az már leboxolták. De az meg volt, igen. Az meg volt szerintem. De sok ilyen párhuzamos történet van. Tehát, hogy amikor... Mire gondolsz? Hát az, hogy vannak olyan sztárok, akiknél van átvedés, tehát a két halmaznak van metszete egy hölgy formájában. Én szívesen közvetítek ebben valakinek, segítek ezt mediálni, de hogy igazából... Mediálni, de szépen tetszett mondani. Segítek nagyon szívesen. Ha persze, és a Red Lambo meg szívesen csinál majd sajtóközleményt belőle. Köcsel üzent egy frékszének. Lehetne egy ilyen istenes kontra Sebestyén párharc, de nem tudom, hogy te lesz jó szemmel nézni. Ráadásul nincs, ráadásul Bence elment Németországba, tehát hogy rettegek, hogy visszajönne, hogy való világot kéne csinálnom. Már mikor találkozunk, mondom neki, Bence, mondd, hogy nem komoly, mondd, hogy visszajössz, ne csináld ezt velem, hogy elmész Németországba. Srácok, jól érzem, kezditek bedobni a lovak közé a gyeplőt? Nem, most még nem. Most még kultúráltan normálisan beszélgetünk. Nem tudod, te milyen az, amikor mi bedobjuk a lovak. Szerintem lesz ilyen, de én egyébként nem egy tartalékol elég erőteljesen. Még azért készülünk meglepetésekkel az utolsó másfél. Én nagyon szeretném, hogyha az utolsó hetünk, de ha esetleg az utolsó hetünk nem, és az utolsó napunk az olyan lenne, hogy ezt mindenki megemlegesse. Ilyenkor mindig gondolja arra, hogy az újrakezdés lehetősége benne van, tudod? Tehát, hogy úgy kopog le a végét. Egy másik szakmában, egy másik hivatás képviselőjeként mérne. Igen, gyerekek, még csak várjátok ki a végét. Messze van még november. Készülünk még egy-két dolog. Készülünk még egy-két dolog. Áváncsi biztos nem lesz haznunk. Szebbúltóra visszatállnálik. Áváncsi letett a pendrive-t, úgyhogy Áváncsi nem lesz. Na, egy picit komolyabb témával megyünk tovább, mert engem érdekel a dolog, és egyelőre nincs rá magyarázat, de szörnyű, mi történt, én nem tudom, hallottátok el repülőgép történetet. Igen. És elgondolkoztam ezen, hogy a fenébe történik ez, amikor Amikor tényleg minden repülő mindennel fel van szerve, és tudom, ezek kis gépek voltak, és nem úgy repülnek, mint a nagyok, meg ezek, tehát ilyen szabad rálátás alapján, ugye szabad szemmel tájékozódnak igazából, olyan műszer, ami ez egy másik repülőt nincsen. De hogy a fenébe van ez, hogy egy ejtőernyős napon, amit ugye ott a Gödi reptér bonyolít, összeütköznek ezek a gépek. Tehát azt gondolnád azért, laikusként, amikor te felszállsz egy ilyen kis gépre, vagy ejtőernyőzni mész, vagy csak egyszerűen repülsz, hogy valahogy azért ez ma már szervezettebb és irányítottabb, mint hogy ez megtörténhessen, hogy két gépben a baromi nagy légtérben úgy megy egymásnak, hogy aztán mind a kettő lezuhan. Önmagában egyébként felfoghatatlan. Megtörténik nyilván, mert repülésről van szó, tehát én értem, de hogy szörnyű. Mert egy 8 méter széles úton, ha két autó összetalálkozik, az is szörnyű tragédia, de azt valahogy megérted. Mert ott ugye szűk a keresztmetszet, tehát egy ilyen mit tűn 2x3 méter, vagy 2x4. De hogy a baromi nagy légtérben, hogy te mondtad, hogy ott hogy. És a földi személyzetnek ilyenkor nem kell szétnézni. Hát nyilván ők engedélyt adtak a felszállásra. Ráadásul repülőnap, amikor ott rengeteg ember van. Tehát azt meg még inkább koncentrálta. Figyelsz, hogy gyerekek kiugrottak a gépből, az jön le, akkor a sétarepülő, ami megy föl, az még ne induljon el. Nyilván nem tudjuk a körülményeket, de szörnyű. Szörnyű, hogy pont igen, vagy amikor te mondjuk felszállsz egy kis repülővel, és eltérősöket vizel, akkor kvázi neked tudnod kell, hogy hol vannak a többiek. Tehát ez egy ilyen analóg, egyszerű, hagyományos, nagyon régies módszer alapján megy, hogy rámondják a füledről, hogy figyelj, alattad ott egy repülő, és ezt te látod, szerencséd van, ha nincs, akkor meg lehet, hogy összeütközöl. Tehát ez így megy valójában, mert azért ez ilyen nagyon furának tűnik, nem? De én is repültem már ilyen kis géppel, hát azt látod, hogy a pilóta nézelődik balra-jobbra, hogy ki hol van. Van néhány műszer természetesen, tehát a magasság, hát meg a horizont, meg mit én ilyeneket, de például a másik, tehát radar, az ezekben nincsen. Nincs. Hogy lásd rajta, hogy ott pittyek, hogy jön a másik gép. Nagyon komoly. Igen. És hát ahogy hallottad, ugye, hogy felnőttek is voltak, gyerek is volt, tehát az embernek a szíve szakad meg komolyan, és hát teljesen értelmetlen, nem? Tehát nyilván emberi mulasztásról van szó, de hát egész egyszerűen szörnyű. Azt most hallottam, hogy felfüggesztették a repülőtéri üzemben tartási engedélyét, tehát már nem ez az első eset, ami történik. Mert hogy már több ilyen esetük is volt. És akkor azt mondták, hogy eddig is nem tovább. Ami teljes mondasz, hogy ejtőernyős bajnokság volt, és az ejtőernyősök még ki tudtak ugrani a gépből. Nem tudom, hogy nyilván, hogy ők látták már, hogy baleset lesz, vagy szerintem csak kidobták őket, ugrottak, jött az ugrás, simán hagyományosan, és utána történt a baj. Ez a gép, ez leszállóban volt, ami az ejtőernyősöket vitte. Ez szörnyű. Na, mindjárt megkérdezünk valakit, akit ilyenkor mi mindig megszólaltatunk, mert hát nálunk sokkal jobban ért a repüléshez. Itt van velünk Pető György, ami drága pilótánk. Hello, Gyuri, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt! Szignál még mindig nincsen sajnos. Ó, tényleg ne haragudj. Meg sem mertem kérdezni. Igen, ne haragudj, Gyuri, még megígértük neked a múltkor, igen. Figyelj, hogy a fenébe történik egy ilyen a mai korban, amikor azért ez már azt gondolná az ember, hogy ennél sokkal modernebb? Na, az a helyzet, hogy amiket felvetettetek itt kérdéseket, szerintem ezek egészen jó, nagyon jó kérdések. Tulajdonképpen ez a kisgépes repülés, ez nincs olyan módon kifejlődve, mint mondjuk a polgári légi személyszállítás, tehát teljesen más szabályok működnek, teljesen más műszerezettség van ezeken a gépeken, és ami fontos, teljesen más irányítási szabályok vonatkoznak rájuk. Mondhatnám, hogy alig van irányítási szabály, tehát hogy nem feltétlenül, hogyha mondjuk elmész egy kisgéppel röpködni, ilyen 1500 láb magasan, tehát ilyen 800-600-700 méteren, akkor neked nem kötelező a légirányítással kapcsolatot tartanod. Tehát ez egy opció, nem kötelező, azért szokták mondani, hogy érdemes leadni mondjuk egy útvonaltervet, mert hogy az sem kötelező, hogy ha esetleg történik veled valami, akkor utána megtaláljanak a kutatómentők. De leszállás és felszállás közben sem beszélsz velük? Hát ugye olyan repterekről beszélünk, amelyek nem irányítás alatt álló repterek, tehát ezek ilyen sportrepterek, leszabad ezekre szállni, úgyis az ember nem forgalmaz a rádión. Nyilván nem érdemes, mert hogyha van másik repülő, akkor jó tudni a többi gépnek, hogy te éppen hol vagy, de ezek egyébként nem szabály, tehát ez nem szabály, nem kötelező. Hát azt gondolná az ember, hogy ennél azért ez valamivel irányítottabban zajlik. Aki ült már pilóta mellett, az látja, ezért ez egy baromi laza dolog. Beszólott valaki, ha ott van, akkor éppen válaszol, ha nem válaszol senki, akkor kicsit még ott forgalmaz, várja, hogy mi van, aztán egyszer csak felszáll. A leszállás sem bonyolultabb, de hogy az, hogy nem is kötelező nekem szólnom, hogy én most érkezek és leszállok, hát azért ez elég dermesztően hangzik. Hát ugye ebben a konkrét esetben, amiről azért nem lehet túl sokat tudni, de ami úgy tűnik, hogy biztosra mondható, hogy az a repülőgép, az a Tesla, amiből kiugrottak voltak az ejtőernyősök, az jött ugye leszállni. Ő, mivel magasan volt, tehát olyan magasságban volt, ahol egyébként polgári személyszállítógépek is lehetnek, ezért ő azon a frekvencián volt, kötelezően, hozzáteszem kötelezően, ahol ugye a rendes repülőgépek forgalmaznak, akik szállnak le Ferihegyre. Na most ő kapott egy információt süllyedés közben, hogy látnak egy transponder kóddal egyébként, tehát egy másodlagos jeladóval felszerelt repülőgépet felszállni Gödöllőről, tehát ő kapott egy ilyen információt az én tudomásom szerint, de hát úgy tűnik, hogy ez már késő volt. És akkor tulajdonképpen az történik ilyenkor, hogy amit a pilóta lát, egy nézelődik balra-jobbra, fölle, és ha észreveszi, akkor el tudja kerülni, ha nem veszi észre, akkor pedig éppen száll le, a másik meg száll föl, és így szépen egymásnak repülnek, úgyhogy egyikőjük se látta a másikat. Ennyi lehetőségük van észrevenni? Tulajdonképpen igen, ugye itt úgy működik, hogy ez a kisgépes sportrepülést, ezt úgy hívják jogi repülős nyelven, hogy VFR, tehát látás szerinti repülés, és ugye ebben a szóban benne is van az, hogy az elsődleges érzékelési szerve az embernek az a szeme, és a pilótának kell érzékelni a dolgokat. Tehát, hogy úgy repülsz, hogy közben folyamatosan nézel kifele a plexin, és nézed azt, hogy hol jöhet egyéb másik repülőgép. Ugye pont azért, hogy elkerülje a két gép azt, hogy közel kerüljön egymáshoz, nyilván arról nem is beszélve, hogy összeütközést. Igen, de egy csomó holtszög van, hát például lefele nem lát a pilóta, tehát fölnézel balra-jobbra, de alattad mi történik, azt te nem látod. Hát természetesen nem, nyilván, hogy egy alsó szárnyas repülőről beszélünk, akkor természetesen van a repülőn egy holtér. De hát ugye a repülőgép azért megy előre, tehát nem álló helyzetben kezd el süllyedni, úgyhogy ha elkezd el süllyedni, olyan helyre süllyed, amit egyébként lát. Tehát, hogy ez nagyon ijesztően hangozhat így elsőre, de azért ez ki van jól találva, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy innentől kezdve állnalattól kell félni, hogy két repülő összeütközik. Itt egyébként valamilyen nagyon súlyos, vagy hát hiba, vagy hibáknak a láncolata volt az, ami ez a tragédiához vezetett. Ennek egyébként nem lett volna szabad megtörténnie semmilyen módon. De hát tulajdonképpen, ha szabad észlelés van, és egyikőjük se látta, vagy láthatta a másikat, az irányítási kényszer nincs, tehát akarok, beszólok, de igazából magamtól fölszállhatok, magamtól leszállhatok, hát akkor az baromi nehéz lesz kibogózni, hogy itt valójában kihibázhatott, nem? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lesz valóban, már csak azért is, mert ezeken a repülőgépen nincsen adatrögzítő, tehát hogy ezekből kinyerni semmilyen adatot nem lehet. Ugye sajnálatos módon a két szemtanú, elsődleges szemtanú pilóták, ők sem fogják tudni elmondani, hogy mi van, tehát itt nyilván az egyik, és talán a legfontosabb maradék bizonyíték az az lesz, hogy a radarképből mit lehet kikövetkeztetni. Hát és azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés vetett fel, tehát az például, hogy a repülőteret most bezáratták ideiglenesen, vagy átmenetileg, kérdés, ez mennyi ideig tart, az azért sokat elárul arról, hogy a hatóság mit gondol arról, hogy a repülőtér mennyire lehetetlen érintett. Egyébként már az úszályokon is van egy minimális radar, amivel ők azért így érzékelnek, meg látnak, amit a repülőkre, vagy ezekre a kisebb gépekre. Miért nem lehet valami baromi olcsó, jól működő eszköz föltenni, ami tényleg, nem tudom, hangjelzéssel mutatja, hogy alattam, fölöttem van egy másik, kitér automatikusan, hogy a polgári gépek kitérnek. Hát nem gondolnám, hogy azért ez egy horror drága eszköz lenne ma már, nem? Egyébként horror drága. Tehát az, amire te gondolsz, azt a repülésben úgy hívják, hogy TICAS, ez egy ilyen összeütközést elkerülő rendszer, ami minden polgári repülőgépen kötelezően ott van. Ez egy elképesztően drága berendezés. Tehát olyannyira drága, hogy adott esetben lehet, hogy mondjuk ennek ezeknek a kisgépeknek a árának a negyede, ötöde. Tehát, hogy nagyon-nagyon drága, és hát nem kötelező. Tehát nyilván az emberek azt építenek bele a repülőbe, hogy azzal veszik meg a repülőt, ami kötelező, ami nem, az opcionális, itt nem is működne egyébként ez nagyon. De beszerelhető, tehát van rá lehetőség. Már hogy érted, hogy nem működne, tehát hogy nagyon sok mindenre jelezne, és hát nem tudnák használni? Hát ez a transponder, egy transponderrel van ez tulajdonképpen összekötve, kicsit bonyolult lenne most belemennünk abba, hogy ez hogy működik, de ugye ez a műszer, ez akkor érdekes, és akkor működik jól, hogyha a másik repülőgépen is van ilyen műszer, tehát ez, röviden. Ja, értem, tehát egymásnak jelez a két műszer, hát, és mind a ketten jobbra kitérnek, mondjuk. Ez egy nagyon érdekes berendezés, ez úgy működik, hogy a két berendezés kommunik. Tehát, hogyha én mondjuk megközelítek egy másik polgári utasszállítógépet, akkor az én tudtom nélkül tulajdonképpen ez a két berendezés már jóval előbb elkezd kommunikálni egymással, mint hogy én mondjuk szemmel látnám a repülőt. És utána elkezdi nekem jelezni, hogy kezdek rossz irányba menni, meg közeledek a másik géphez, először csak egy ilyen hangjelzést ad, és utána pedig utasít engem arra, hogy én azonnal süllyedjek, miközben évben, ugyanebben az időben, a másik pilótának pedig emelkedési utasítást ad, pont azért, hogy a balesetet elkerüljük. Milyen jó lenne, nyilván baromi drága dologról van szó, de mondjuk ha ezt kötelezővé tennék, nem? Hát azért nagyon sokszor hallani azt, hogy összeütköznek kisgépek, vitorlás, repülőtközik, vitorlás, repülővel. Nyilván baromi drága, de hogy valami módszer lenne arra, hogy, a két gép mondjuk valamilyen szinten érzékelje egymást, és ki tudják egymást kerülni. Persze, de én azt gondolom, hogy a jogalkotónak, a törvényhozásnak azért van egy nagyon, hogy nem ilyen vékony mesdje, ahol jár, hogy mi az, amit kötelezővé tegyenek még, és ne lehetetlenítsék el ezt a sportágat. Mert azért ez egy sport, tehát hogy itt azért nem történik meg ez a baleset minden nap, és azt gondolom, hogy azok a pilóták, akik még akár kevés repült órával is, de hogy akik felelősségteljesen odafigyelve csinálják ezt a sportot, én azt hiszem, hogy ennek elkerülhetetlennek kell lenni. Hát ha például csak annyit kérnének, hogy ugye lefölszállásnál kommunikáció van az irányító toronnyal, ugye? Ez már... Hát, hogy még kötelezőszerű kommunikáció, igen. Tehát, hogy ez akarok, beszólok, akarok, nem szólok, de nem válaszol senki, akkor akár föl is szállhatok, azért ez valójában tényleg elég ijesztő. Nyilvánvalóan ennek az esetnek lesznek konklúziói, a konklúzióból pedig ajánlások lesznek. Könnyen lehet egyébként, hogy ilyen jellegű ajánlások is ebből fognak következni és születni. Itt nyilván ennek a konkrét esetnek a kivizsgálásának ez lesz az egyik talán legfontosabb eleme, hogy az adott két pilóta milyen információ birtokában volt, tehát hogy ő a Földtől milyen adatokat, illetve információkat kapott annak érdekében, hogy ő esetleg el tudta volna kerülni ezt a drámát. Ez nyilván nagyon fontos lesz. Igen. Hát jó, mi azért laikusként, igen, érdekesebb egy belelátni. Azt hinné az ember, hogy azért ez egy szervezettebb valami, amikor így fölülsz egy kisgépre. Hát mi is utaztunk helikopterrel, kisgépen láthatod, hogy balra, jobbra néz és állandóan forgatja a fejét. Tudtuk azt is, hogy nincs benne radar, nyilván ezért kell nézni, de mégis azt gondolja az ember, hogy azért ez egy szervezettebb valami. Figyelj, a szervezettségről egyébként én azt gondolom, hogy ez nagyon szervezett. Amit szerintem most talán meglepő lesz, amit mondok, Los Angelesben például, ahol azért a légi közlekedési forgalom a 100-szorosa mondjuk a budapestinek könnyedén, ott például azt lehet megcsinálni engedéllyel, hogy felszállsz egy kis Cessnával, nem rádiózol senkivel, csak egy olyan frekvencián vagy, ahol a többi pilóta is elviekben ezek a kisgépes pilóták beszélnek egymással, és 2000 lábon átrepült a Los Angeles-i nemzetközi repülőtér fölött. Ahol egyébként nagy forgalom van, ugye nagy gépes forgalom. Én ezt csináltam, és olyan fotókat csináltunk a Jumbo-val, amit szállnak le, egy csoda. Tehát, hogy minden csak annak a kérdése, hogy le vannak-e fektetve jól a szabályok, és hogy mindenki betartja a szabályokat. És Amerikában például, Amerika híres arról egyébként, hogy a kisgépes repülés rendkívül laza, tényleg laza. Szóval Magyarország ennél sokkal szabályozottabb. De azt hittem például, hogy reptérfölése, ahol semmilyen körülmények között nem repülhet be senki. De kösz. Hát igen, de. Ezt most jó, hogy tudjuk. Jó, hogy nem sem sokat Amerikában, de jó, hogy tudjuk. Gyuri, köszi, hogy elmondtad, sok érdekes információt hallottunk. Hát sajnos szomorú apropója volt, hogy beszélnünk el, legközelebb reméljük, hogy vidámabbak tudunk lenni. Jó munkát neked, köszönjük. Repülsz valahova? Mostanában mész? Most egy jól megérdemet, egy hetes szabadságot élvezek. Na múltkor nem pont ugyanez volt, hogy beszélni, és megint Szabin voltál. Hát megőrülök. És merre vagy? Tudhatjuk? Vagy nagyobb privát? A lakásomban vagyok. Ja, ami Monte Carlo-ban van. Gyuri, köszönjük, vigyázz magadra. Ciao, hello. Hello. Mondjuk a lakásának is örülhet, annyit utazik, hogy végre öröm, hogy otthon vagy egy hétig. De kedvelem őt, meg jó szakember. Jó dolgokat mond. Hát azért ez így ebben a formában nem megnyugtató. Én lefajtam, amikor meghallottam, is voltunk itt ilyen családi kis sétarepülésen, pont minden szálltunk föl, mondjuk nekünk egy nagyon idézélve, egy nagyon precíz, nagyon pontos pilóta jutott, de hát amikor azt meghallottam, hogy én nem tudtam, nem ismertem ennek az egész sztoriának átterét. Én is azt hittem, hogy ennél azért sokkal precízebb, pontosabb. Igen. És képzeld már, amikor elmész a családdal egy ilyenre. Nézz előttél balra-jobbra, kis fejeddel ültél ott az agyonülésen. Mint fogtad a kis GPS-t? Jobbra, hanyácska. Azt mondta a pilóta, hogy vegyem át a kormányt egy kicsit nyugodtan. És mondtam, nem, már ne haragudjál, nem, ez a te szakmád, nem, azért ülök itt elől, mert itt van hely. Nem azért, mert érdekel. 8:30 múlt pontosan. 6 perccel Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Tudod, mi történik idén ősszel? Nem arra gondolunk, hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Class FM Morning Show nagyőszi roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Class FM Morning Show nagyőszi roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. 3:49 pontosan 4 perccel, hello. Mindenkinek, drága hallgatók, egy jó kis Majka után itt vagyunk. Min fog mérgelődni legközelebb, ha már mi is játszunk? Majkesz? Valami komedium, vagy valami. Én bírom ezt a dalt, nagyon fura hangulata van, de úgy egyre többször hallom, és egyre jobban kedvelem. A Majkát nagyon bírom, a dalai nélkül is, de ez a dal is tök jó. Egyedi, nem? Nem az a megszokott. Úgy kicsit más. Hát meg ugye ismerős az alap. Az hát hogyne, persze, így van. Hát az a YouTube alap azért az nagyon ügyes, persze. Abszolút. Igen. Azt hittem Rolling Stones. Ja, bocsánat, hülyed, nem igazad van, nem mindig is érveszem. Tudod, hogy ez elején műveltség. Hogy nem még kívánni valót maga után. Richard Touch Face, hogy írja egy hallgató. Ettől a kanál megállt a kezembe. Az a jó, az a jó. Igen. Van, aki ezt máshogy látja, imádom Majkát, Majka nem már, ez tényleg a vég. Ugye? Hogy egy zene is mennyire meg tudja osztani mi a hallgatóinkat. Na, Majka és Curtis magamon se térek, imádom, köszönöm, így szebben indul a hétfő reggel. Petra küldte ezt nekünk. Jó, ez a Bon Jovi feldolgozás, kazi persze. Na, azt mondja, hogy M1 157-es kilométeren a hídon Google a csóri oda dugta el a kameráját, és méri az Ausztria felé haladókat. A hídon Google a csóri. Köszönjük szépen. Torlódás az M3-os övezetőn, az M0-as felhajtójánál van, jelenleg a sor vége. Norbi, köszi, hogy elküldted. Egy gyors helyzetjelentés, Gödöllő, Népfürdő utca 1 óra 40 perc, 40 perc helyett, köszönöm BKK. Hát erre most nem ők tehetnek szerintem, ott ráadásul az M3-ason befelé volt egy baleset is, úgyhogy hát nem tudom, tényleg agglomerációba kéne metrót építeni. Ülői út 134-jel szemben a reptér felé van egy trafi, figyeljetek. M0-as Fóttól beállt a Megyeri híd felé, 15. kerület Fóti úton 5-ös karamból a Szent Mihály út felé, az M0-ason túl áll a sor, kitartás mindenkinek, szép napot. Bécsi út, Vörösvári út előtt 4 kilométeres a sor baleset miatt, és Budakeszi út, Páros út sarokpont, most iszonyatos csat a dugótúti váradó. Ezt is ti küldte nekünk, köszönjük szépen. Fér még erre a padlószönyegre. Nem, Feri, nyugodtan. Most nem, nem már. Utánad mit rakjak, alig van hely. Népstadion tanulóvezető a villamos innen, tűzoltómentő ki Népliget felé. Azért az is egy sűrű nap az oktatónak, nem? Mikor valaki 9-kor beparkol az egyes villamos elé a kocsival. Se előre, se hátra. Bum, elviszi az egyes villamos a hátulját a kocsinak, azért az is kemény, igen. Na, láttátok a tényekben azt a nagyon helyes riportot, ami arról szólt, hogy egy fiút felküzdött egy vaddisznófára, és nem engedte le 3 órán keresztül? Nem, mi történt? Véres riport volt, fölüldözte állítólag egy vaddisznófára, úgyhogy aztán nem tudott lemászni. De annyira fölment, hogy korábban lehetett. De olyan, hogy fölkergett a fára a vaddisznó, utána 3 óráig nem mersz lejönni. Nagyon helyes, és egyébként elmondja, hogy mi történt. Itt van, hallgatnak, figyelj, nagyon jó. Ezért egy fára mászott fel egy 17 éves fiú, utána viszont nem tudott lejönni. Ezt ő mondta el a tényeknek. Arról is beszélt, hogy másfél órán át kiabált a segítségért. És a tűzoltókat is többször hívta, de először nem hittek neki. Aztán végül kiküldték hozzá a rendőröket, akik azt mondták neki, hogy ugorjon le. Ő viszont erre azt felelte, idézem, nem vagyok én pókember, majd Evitán másztak fel hozzá, és hozták le. Az egészről videó is készült. Ő felment! Földes úton mentem, és a híd mellett egy ilyen vaddisznószerűség nekem szaladt. Hát én úgy bepánikoltam, most tudtam mi merre, hány méter, először a víznek szattam, utána láttam egy közeli fát. Arra felszattam egy ilyen bőg. Így kezdődött az... Ő felszaladt a fára, és utána nem tudott lejönni, és tűzoltók egy ilyen telefonnal veszik föl, ahogy szedik le a fáról már a rendőrök, akik felmásztak utána. Ő nem tudott lejönni. Várja, 2 rendőr fölment, és itt kézen fogva lehozták. Valahogy igen, megpróbáltak, igen, alulról támasztották, és úgy hozták le. Hát legalább egy emelőkosaras tűzoltóautót küldjetek érte legközelebb. Ő felváltszott, igen. Nagyon helyes történet, imádom egyébként. De neki jött a... Mondják, hogy hamis bejelentésre engem elő fognak állítani, így úgy amúgy. Harmadszor hívásomra rájuk kiabáltam, mondom, hogy jó Isten, verjen meg titeket, hát nem tudok lenni, itt tudok 2 óra hosszá. Erre megfogták, kiküldték rám a rendőröket. Nézlelték, hogy az egyik magas fán egy Nézlelték. De miért nem mentek ki a tűzoltók? Mert azt hitték, hogy szivatja őket valaki nyilván. A rendőrök is látták, hogy eléggé fáradt volt már a fiatalember. Még először ők azt akarták, hogy én ugorjak le egy ilyen 16 méter magasságba. Hát mondom, bizony nem fogok leugorni, nem vagyok én paukember. Én nagyon kedvelem őt. Imádom. Azt mondják, hogy a tűzoltó, majd ő megoldja. Halasztás nem tűrő módon az egyik kolléga fölmászott a fára is. De a két ellentétes oldal. Vártam 2,5 órát, fölöltözött, vagy nem vagyok volt, halasztás nem tűrő módon az egyik kolléga. Tehát a két nyilatkozat totális ellenmondás. 2,5 óra halasztás nem tűrő módon. De fogadják el, hogy van olyan stressz helyzet, amikor fölfelé megy, de lefelé már nem. Hát ott liheg érted, a vatkan a nyomot van a fán. Hát igen, csak a vatkant ugye nem találták sehol. De nem vár meg a vatkan. Még mit gondolod? Igen, a vatkan ott marad? Igen, a vatkan utána elmegy. Persze, a vatkan ott hagy. Csak 2 órát fönn volt. A biztonság kedvéért. De töké, az egyikőjük azt mondja a srác, hogy ő várt és nem vette fel, és nem, halasztás nem tűrő módon, a kollégák leszették. Az egyik vetkőzik nekem minden. Azt mondják, nem kérde tűzoltó, majd ő megoldja. Halasztás nem tűrő módon az egyik kolléga fölmászott a fára, és megpróbálta lenavigálni, segítette le a fáról, amely hála Istennek sikerrel járt. A fiút végül így sikerült leszedni a fáról, ahogy ezen a felvételen is lát. Következőképpen mászik a srác, alatta mászik le egy rendőr, és fogja a fenekét, és úgy szépen egyensúlyoz le vele. Ketten, mint két borzocska, így másznak le. Az egyébként nem kicsi fáról valóban. Tehát oda teljesítmény felszaladni. Ott a srác, és alatta ott megy a rendőr. Tehát azért az egy komoly meló. Köszönjük szépen neki, nézd meg. Látod, ebben is lehet a magyar rendőrségre számítani. 16 méter. Nem tudom, mennyire. 16 méter fá. Nem tudom, mennyire való ez tényekben, de még inkább ilyen riportok legyenek a tényekben, nem? Tehát még azért, ezt szívesebben nézi. A vatkan nem szólalt meg? Végignéztem az agyam, és feliratozzák. Egyébként felirat az egy vatkan megszólaltatni, azért az óriási. Azzal, igen. Picit legalább komolyabbá vált volna a tények. Igen, de szerettük ezt a riportot. Na, drága hallgatók, gyorsan megmutatjuk, hogy mi a feladvány. Jó, ha szeretnétek velünk 3-as ugrás játszani, figyeljetek, mutatjuk, mit kell felismerni. Otthon maradnak. Ó, hát ez nagyon könnyű. Jöjjön még egyszer? Lehet, hogy gyors volt. Jöjjön még egyszer. Jó, figyeljetek. Otthon maradnak. Nem lesz annyira nehéz. Közben megjött a nap SMS-e is. Sziasztok, javítsatok ki, ha tévednék. De Majka új száma nem YouTube, hanem Depeche Mode Personal Jesus című számának a felvétel. Rolling Stones mondtuk. Én azért még 10 év rádiózás után is meg tudok lepődni. Komolyan, lehet, hogy most hallgat először bennünket. Lehet, egyébként lehet, abszolút, igen. A megfejtés, a kód, irónia. Igen. 4 perc pontosan, 9 óra, ha tudjátok, hogy mi volt a 3-as ugrás a beugró, küldjetek el nekünk SMS-ben, 2 darab dalcím, vagy pedig 2 darab előadó. Jó, ez a feladat, ha szeretnétek játszani, mi pedig jövünk Ákos után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Class FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Class FM-et hallgatja. Köszönjük! Class! Csak slágerek. Class FM, a rádió. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Class FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Eriké! Hát, ja. Hát, igen. Az a jó kis autótyú. Jó kis Enrique Iglesias. Rá a hangra. Ki volt a tehetségesebb, ő vagy az apja? Apu. Hát egyértelműen az apja, az nagyapa. Apu Julio? Irgalmatlan Casanova, és egyébként Enrique is. Hát az igaz. Ennyit örökölt az apjától, meg azt a pár ingatlant. Hát gondolom azért a Julio fölhalmozott ezt, azt igazából. Julio igazi énekes volt. Igen? Hát. Nagyobb dőcsemász volt? Hát nem, mindenféle tekintetben egyébként sokkal tehetségesebb volt. Nem volt egyébként könnyű Enrikének szerintem. Milyen nyomasztó lehet, nem? Igen, hogy a fater jó. És próbálsz, de hogy örök életedbe viseled ezt. Meg is látszik a pályáján, a pályamunkáin, mert a munkásságán nem, hogy ez egy komoly foltot hagyott az ő lelkében. De biztos, hogy az első néhány alkalommal még ott volt az apja is bent a stúdióban, az üvegfal másik oldalán, és ez a hatszát Istenem, mintha nem is az én fiam lett. Fiam, gyerek jönne. Hagyd abba. Na jó, anya. Vele valamit kezdeni. Húá. Juan? Hát ki a Juan? A hangmérnök. A hangmérnök, aki bekapcsolta ezt a funkciót. Hogy... Nem lesz könnyű, mester, nem. Hát Enrikéről derült ki egyszer, hogy valami mikrofon benyomva maradt. Az a koncert felvétel, ugye? Egy igen, valami Enriké playback. És ott playback volt, de ugye a mikrofont élőben hagyták, és ő meg éneket, mert a playback énekesnek igen, nem kell énekelni, hiszen rajta van a CD. Ő meg akarta mutatni, hogy csak azért is, és fölvették ezt a részt. És egy jó indulatú technikus, valószínűleg ismerős a sztori, ugye? Tehát, hogy egy jó indulatú technikus feltette aztán az internetre. Lehet, hogy ugyanaz volt, mint Feri. Simán lehet, igen. Egy egykori szép hosszos technikus. Írd be, hogy Enrique Iglesias playback. Azt hitt, Enrique Iglesias playback fél, itt van. Csak, így... Mert Isten csinálsz téged. Nem az ülnek mondta, nem, mielőtt tovább lépne. Adatvédelmi, Google szolgáltatás, és ők akarnak adatvédelmet, mindent tudtok rólam, hát mit akartok? Azért azt védik. A saját magukat védik. Így énekel Enrique. Állítólag ez ő. Ez a playback. Várjál, még nem énekel. Annak ez jó. Csak azért spanyolul van, nem értem, hogy mit ír. Kapott egy másik mikrofont, elemet cserél a mikrofonban. Ez nem az. Aha. Itt ugye az a cikiség benne, hogy megy az előadás, és kiveszik kezéből a mikrofont, adnak egy, és addig is megy az ének. Tehát ez azért kellemetlen. Neki nagyon szép hívű pályája van, én azt gondolom. Hát egy idő után nyilván rászállsz ezekre a dolgokra. Persze. Na mindegy, majd megkeressük, majd megnézzük. Mindegy, igen, itt ugye az volt, hogy lemerült a mikrofon, szétszerelt, és ugyanúgy ment az ének. Picit szeretem hozni egyébként ilyen best of-ot a magyar sztároknak az örökbecsű fellépéseiből is akár. A mikrofonkábel ugyanúgy megy tovább a dal. Nekünk is van magyar világszár a faluban, Ferike Iglesias. Írja valaki. Jó lehet? Jó, akár még jó is lehet. Ferike Iglesias. Lehet, hogy csak Iglesiasokattól? Igen. Ferike Iglesias. Na jó van. Képzeljétek el, akartam nektek valamit mesélni, olyan jó darabot láttam színházban, tudom, hogy ezzel itt viszonylag elszigetelődöm. A büfébe volt is le. Színházak éjszakája volt szombaton. Drága hallgatók. Az miért van? Elszigetelődtem. Hagyd már piás, hagyd mondja már még. Úr, drága hallgatók, túlokos vagyok ez a műsor, az elszigetelődtem. Ez egy elszigetelt érzés. Fogjátok meg a kezét képzeletben, hallgatom. Színházak éjszakája volt, és elmentem a Vígszínházba. Akkor ez egy vidám darab. Igazából... Mi? A Vígszínház. Hát Vígszínház. Móka kacagás. Az biztos, az lehet, az mi. Drága hallgatók, azt hiszem tényleg túl okos vagyok ebben a műsorban. Elszigetelődtem. Ez pont ebben a darabban van egyébként. Szóval a földrengés Londonban. Atya úristen, megsebesült valaki? Bíró, meghalt valaki? Úristen. Földrengés Londonban egy eszenyi darab, és hát egész egyszerűen szenzációs. Nagyon jó. De Londonban nagyon jó darab. Ez rengetegen volt. Tessék? Ez egy Jenikő rendezte, és arról szól, hogy három lánytestvérről szól, akik annak próbálnak utána járni, illetve a darab arról szól, hogy 50-100 év múlva mi lesz a földdel, és hogy felhalmoztuk egy csomó mindent, meg hogy a készleteinket elhasználtuk, meg kizsákmányoltuk a földet, meg hogy 1 milliárd ember élne valójában a földön, annyit tudna a föld ellátni, de hogy majdnem 8 milliárdan vagyunk, és őrületesen jó a darab. Valami sokan voltak, színházak éjszakája, az amikor egy ilyen kis veszel, mit tudom, egy ilyen kis karkötőt, egy ilyen szigetes belépés, azzal egy csomó darabra be tudsz ülni. Egyszer. De akkor hogy látod, hogy ha itt is ülsz, meg ott is ülsz? Három lánytestvér, ez a rabember lánya. Én itt leragadtam 3, igen. Azért meg vagyunk. Ott lehetett. Na mindegy. Szóval, drága hallgatók, egy kis kultúra. És jó volt? Nagyon jó a darab. Nagyon jó a darab, igen. Ne esk szerepből, légy szíves. Jó volt. Mi volt olcsó jegy? Olcsó volt egyébként, igen. És hát nagyon. Azt nagyon sok darabot láttam már a végben, most már ilyen örökös tagság. Tagja leszek a Vígszínháznak, mert állandóan. Az örökös támogató és örökös tag. A színésznek én nem sajnos, de nem vagyok színész. És rájöttem egyébként valamire, hogy sokkal jobb a színház, mint a tévé. Hogy mi a zsűrje? Igen. Régebben ezt nem tudom, de mindig azt jöttem. Én ezt én is sajtban, amikor a büfében. És hogy a puncskocka még mindig ugyanolyan, mint 50 éve. Nem, hogy ha te színházi rendezőként dolgozol, akkor annyival értékesebb dolgot csinálsz, mint a tévéműsort állítasz elő, de hogy közben persze én tudom, hogy a tévére is igény van, és a tévé is egy fontos dolog, és tömegek nézik, és talán többen is, mint a színházat, nyilván egy műsort annyian néznek meg, mint két darabot, mit tudom én, 5 év alatt, de mégis, hogy azzal tudsz valamit közölni, nyomot hagyni, hogy azzal létrehozol valamit, és alkotsz valamit, és üzensz valamit. Érted? És most nem azt mondom, hogy a nyerőpáros egy rossz műsor, nem erre gondolok, mert hogy alapjában mind a kettőre szükség van, balgasság és összehasonlítani. De rájöttem, hogy pályát tévesztettél. De rájöttem, hogy pályát tévesztettél. Mondd, hogy országont egy lóért. Na, csak a kedvem, de tényleg, de úgy. Országomat. Ló. Nem, nem tévedtél. Jó, ez így, ahogy van. Sose bánt, kegyeles vagy. De nem, szóval, hogy te színpadra állítasz egy darabot, most mit tudom én, az Alföldinek lesz egy darabja, azt hiszem talán majd a Radnótiban, januártól. Vagy a Radnótinek, az Alföldi, a franc már. Vagy tudja, a tökömben nem jegyeztem meg, de hogy... Kitérdekel egyébként. Az a baj, tényleg túl okos vagyok ebben a műsorban. Ebben egy tökéletes. Szóval kezdek tényleg nagyon elszigetelődni. És hogy azzal tudsz nyomot hagyni, tudsz, amit üzenni, fel tudod valamire hívni a figyelmet. Erre egy rádióműsor is tök jó. És hogy ezért jó, hogy mondjuk a tévé mellett tudunk rádiózni, egy csomó fontos dologról tudsz beszélni. És én a színház, és amikor meg tudsz mutatni valamit. És rendezel egy darabot, vagy írsz, és azt mondod, hogy na ezt gondolom én erről a korról, vagy ezt az üzenetet akarom átadni, vagy gyertek, nézzétek meg, és gondolkozzatok el rajta. A csempészben, a tévéműsorban. És arra is szükség van, és tök jó, mert hogy kell egy X-faktor, meg mit tudom én, egy sztárakadémia, vagy egy sztárban sztár, tehát hogy nem arról van szó, hogy arra nincs szükség, csak hogy színházi rendezőként azért ez baromi jó lehet, hogy létrehozol valamit, ami egyfajta üzenet, és azt mondta, hogy itt van, tessék, ezt gondolom, gondolkozzatok el róla. Nem? Erről szól a színház. Balázs. De legszebb nem ez volt, hanem hogy felraktam a lábam az előttem, hogy beugranak a nagybőgőbe. Felraktam a lábam az előttem ülő lánynak a székére. Aztán egy ordas nagyon nem, mert szünet volt, és én ott üldögéltem. És a lány leült, és azzal a mozdulattal becsípte mind a két cipőmet úgy, hogy nem tudtam kihúzni. És körülbelül 8 percig erőlködtem, sírva zokogva röhögött már mellettem mindenki, a lábam meg így beszorulva maradt az előttem lévő ülésre. Egy fehér volt rajta, olyan volt, mint Mr. Bean, ordítottam a fájdalomtól, 2 lábujjamat azonnal amputálta a kislány, és amikor már így ment a darab, és én még mindig izzadva próbáltam kiszedni az előttem ülő székből a lámat, akkor már nem volt más választás, megkopogtattam, hogy ne haragudj, kicsit megövelnéd magad! Légy a színház! Viselkedjél már! Viki könnyes szeme balra-jobbra dőlt, és mind a két cipőmet úgy nagyon beúztam. Ne haragudj! És ugye nem üvöltesz, mert... Putonizáld már magad! Ez Tália szentélye! Nem üvölt ez a fájdalomtól, mert nem, Viki meg mit csinál, segítő kékszel megpróbálta lefotózni, illetve videót csinálni arról, hogy egyébként én hogy próbálok kitörni ebből. Kik játszanak benne? Az egész sort nagyon szeretem. Fiatal színészek játszanak benne leginkább egyébként. A Szilágyi Csenge játszik benne, ő egyébként nagyon sok Vígszínházos darabban játszik, mert Vígszínház tagja. Molnár Piroska. Fura módon, ugye... Szóval, hogy ő személyként nagyon tehetséges, rohadját meg. A Lukács Sándor van benne, úgyhogy hát meg még nagyon sokan, akik egyébként a Vígszínházban játszanak, és úgy van megcsinálva az egész darab, kézzétek el, hogy... Hű, te hívott valamit, vagy mi van benne? Hogy élőben történik egy csomó minden, amit fejkamerákkal vesznek, én most kicsi ilyen kis, mit tudom én, GoPro-kkal, vagy tök mindegy, lemegy valaki a színpad alá, és a színpad alatt élőben a Vígszínház alaksorában játszódik úgy a darab, hogy közben azt neked kivetítik a kivetítőre. És szenzációs, és minden, ami nem a színpadon történik, az is élőben a föld alatt. És keresik a főkapcsot. Igen, Józsi, szóljál már sugónak, hogy... Nyomjuk már fel, hát annyira zavaró az, hogy sötétben kell játszanunk. Igen, és minden ott ugyanúgy élőben történik, vagy amikor valaki benéz tehát, hogy mit tudom, elsüllyed a színpad, akkor a színpad alatt is van egy jelenet, ami ott folytatódik, de te azt már ugye csak a kivetítőn látod. Csak idő kellett, amíg összetettem, hogy ezek ugye nem felvett jelenetek, amiket bejátszottak a bejátszón, hanem élőben a színészek fognak egy kamerát, és ugyanúgy leközvetítik azt, ami a föld alatt zajlik. Nagy a baj, elsüllyed színpadban, az oda is kéne már egy felújítás a végbe. És azért érdemes egyébként ezt megnézni, mert gondoltál valamit a színpadról, hogy beülsz ilyen naftalin szagú székek közé, és akkor három öreg néni jut egy elemlámpával behozza melletted ülőt, és idős úrak üldögélnek melletted. Ez már a Lukács Sanyi. Nagyon szerettem régen is a Sanyit. Na látjátok, szóval, hogy ez nincs. Ez nincs, de szóval hihetetlen vizuális térlátása van egyébként az eszeményének. És na mindegy, szóval drága hallgatók, ti, akiket ez talán kicsit érdekel, menjetek el, nézzétek meg, mert ez itt talán kevésbé talál. Hiába hittetted a magokat, mi? Tessék? Nem, mindig ajánlom, de ti nem baj, hát nem vagytok egy nagy színházba járók. Hát Terikém, szerinted nem volt kicsit állott a citromos minyon? Nekem egy picit, mint olyan kicsit a jacsit. Ez már a második felvonás, most ez már ott a Sanyi. Na, ez ott. Szóval drága hallgatók, ez nincs. Tehát minden, amit most a Janitól hallottak, ez nincs, viszont egy csomó tehetséges fiatal játsz benne. Kint hagytam a keszkenőmet, szerintem a bolton. Itt nem lopnak, mondjuk, mint a Nemzetiben, nem az Újban. Ja, nem mindegy, de ott se lopnak, csak biztos ott hagytam a keszkenőmet. Hogy te rohadjál meg. Van nálad egy elenium, megfájdult a fejem a GoPro-tól. Nem, elkönyvöm neked, hogy a büfében a néni nincsen GoPro. A büfében a néni nincsen GoPro, de egy csomó szereplőik nem GoPro, hanem ilyen kis pici kis kamera van. És szenzációs. Nem a Sebestyén Balázs feszengott a lábával, ott beszorulva. Te fura gyerekhez, de amúgy szerettem. Ő se tud már elegánsan fölöltözni, azt mondd el, mert annyira nem voltunk fölöltözem. Na, ez viszont érdekes, hogy a színházba azért legalább egy zakót vettél, remélem. Te a múltkor felvetted a kordbársony zakódat? Nem a kordot, hanem a lilát. A könyökén van ilyen trapézkivágás. És rajta van még a kis fölirat. Nem illik már, nem szoktam. De volt, aki elegánsan volt fölöltözve. Az olyan szép dolog, nem? Ha már elmész ott, akkor színházba. Nem, biztos az, igen. Egy fehér tornacipőbe mentem. Ami oda is szorult. Ami oda szorult, igen. Na mindegy, drága hallgatók, szóval nézzétek meg, ez egy jó darab. Jó darab. De nekem a Rákóczi Ferenc a kedvencem, a szívem Csücs Lajosra emlékeztek, az is egy ilyen nagyobb darab. Szép szálmarha nagy ember volt. Isten nyugosztalja. Isten nyugosztalja, az ezüst lakodalma van. Úgy elkapott, hogy beszakadt alattunk az ígyás. Na mindegy. Balázs, mert megint próbozod a Vígszínházat éves színházi bérletre hajlás. Egyébként a Vígbe 3-4 darabot láttam már egyébként, szóval szerintem lesz egy ilyen fénykép ott a büfébe, akkor az rólam lesz. Igen. Na jó van. Oké. Balázs, ha annyira tetszett a színház, akkor miért nem nézted meg az egészet? Miért csak itt darab? Az mondjuk, elhúzom a fögönyt és előveszem a darabot. Jó, látom azért itt vannak kultúrára fogékonyak. Balázs, egy indulós kávé. Na, gyerekek, jól van, nem promózom. Ezt Eszenyenikő is írt, hogy ez nem ők voltak, hanem a Radnóti. Az Eszenyi nem játszik benne, az Eszenyi csak rendezte. Igen. Oké, ezek után egyébként valami szerepben már engem is, hogy téged is meghívnának, ahogy te ha alakítod hát egyébként a büfésnél itt, meg amíg beszélek a Vígszínházról, ezek után már ott helyünk lenne. Az a baj, hogy ha néni, akkor Ios József. Az a baj, nekünk maximum mikroszkóp színpad. Mi egy jó defektduó lehetnénk, igen. Na jó, játszunk egyet, jó, itt van egy hallgatónk. Na, hármas ugrást játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló? Itt vagyok. Ja, nem. Hello. Csak gondolkozzam, megnézem az SMS-eket. Itt vagy? Halló? Itt vagyok, sziasztok, hello. Bocs, kicsit. Ádám, hello, jó reggel. Sziasztok, hello. Jársz színházban? Nem? Én játszottam színházba sokáig. Játszottál színházba, tényleg? Igen, a Győriben. A Győri színház, mit csináltál? Hát én stúdiósként kezdtem, aztán 6 évig volt szerencsém folyamatosan színpadon lenni, úgyhogy... És mit játszottál? Betegség miatt? Hát ott hagytam ezt a pályát, mert igazából nem láttam életben magamnak. Melyik szerep volt a törés? Melyik szerep? Hát volt egy szerep, amit nagyon szerettem volna megkapni, aztán végül így bizonyos... Az a rüfkel, előlem. Igen, valami ilyesmi volt, ilyen családon belüli dolog, és más kapta meg helyettem, úgyhogy... És akkor itt vége lett a színész karrierednek. Bánták? Igen. Tessék? Bánták, hogy abba hagytad? Utcára vonult egy őr. Igen, a mentorom nagyon sajnálta, illetve a tanáraim, akik ott tanítottak, illetve a társaim is, úgyhogy ez van. Hát így kallódnak el a tehetségek, lásd Anna. Annánk is. Egy rövid barátok összerep után. Igen, többet nem színészkedett. Na menjünk? Mehetünk, igen. Melyik világhírű rockzenekar adott teltházas koncertet 1986-ban? Queen. Még nem is mondtam, hogy még nem is mondta, igen. De valóban így nem lehetett volna ez Argentinában is például, de a Queen a Névstadionban, igen. Menjünk tovább? Mehetünk, persze. Melyik kontinensen őshonosak a fekete mambák? Afrika. Így van. Így van, várjál, tapsolok egyet. Nagyon jó vagy. Igen. Na? Mehetünk. Ja. Ki volt az istenek hírővé az ókori görög mitológiában? Hú. Most akartam mondani, hogy egy színházi ember, vagy egy ex-színházi ember, ez biztos tudja. Nem görög drámák. Hermész? Úgy van. Így te jó vagy. Hát te milyen jó vagy. Köszi. Ügyes vagy. Hát ez tök jó. Komolyan. Ó, bocsánat. Tök. Nem, neki csúszott, nem baj. Tök jó vagy, tényleg. Szépen végigmentél a kérdéseken, úgyhogy van egy ajándékcsomót, küldjük. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Jó? Köszönöm szépen, srácok, köszi. Ciao, ügyi vagy. Sziasztok, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Mondtam már, hogy a Stoll milyen jó a istenítéletben? Hogy? Nem? Nem mondtam. Hol? Semmi. Én a VV-ben láttam utoljára. Azt jól csinálta, nem? Nagyon-nagyon jó. Ő nagyon jó színész. De mit mond a büfés néni a Vígszínházban? Hát, Isterikém, most azért add már nekem legalább egy 8-10 pézsét, mert annyira kell, de hát ide nem ülök le szívesen. Náladon összebrunyálnak mindent. Na, találkozottak a büfés nénivel is, és nézzétek ki az istenítéletet is a vígbe, mert az is nagyon jó. 1 perccel pontosan 10:30, a kultúráért elnézést kérek. Mindenféle kultúrát nem szerető ember. Igen, minden mást vállalunk. Igen, néha muszáj valóban fontos dolgokról is beszélni kicsit. 10:30-ban jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, de előtte elmondjuk, hogy jövő héten turnéra indulunk, és még nem mondtuk az állomásokat, mondjuk el valamit a helyszíneket is. Mert hogy előre láthatólag Morning Show a Class FM-es formában valószínűleg az utolsó turnénk, olvastam most már a frekvenciával, meg pályázattal kapcsolatos dolgokat, tehát egyre konkrétabbnak tűnik a dolog, szóval Sopronban kezdünk, szeptember 26-án, drága soproniak, megyünk hozzá. A Deák téren, aztán szeptember 27 Kaposvár, Baja, Eger és Budapest, még hozzá szándékaink szerint Budapesten egy hajón leszünk majd, és egy katamaránról szól az adás, ha minden igaz. Ez lesz jövő héten pénteken, de addig viszont Eger, Baja, Kaposvár, Sopron, ugye ez visszafelé a sorrend, úgyhogy Sopron, Deák tér, ott kezdünk egy hét múlva. Rengeteg ajándékot viszünk magunkkal. Lesznek helyszíni játékos is, és az egy hét végén ki fogunk sorsolni egy csodaszép vadonatúj autót. Egy vadonatúj autót adunk, hűtőszekrényt adunk, úgyhogy szeretnénk úgy befejezni a turnézást, hogy méltó legyen az hozzátok, drága hallgatók, egy autót szeretném még így befejezésképpen adni egy szerencsés nyertesnek. Osztottunk már jó néhányat, de ha még valaki nyerhet egyet, akkor az egy nagy dolog. A Suzuki volt olyan drága, hogy jön velünk erre a turnéra, úgyhogy a turné végén megnyer majd valaki egy Suzukit. Jó? Úgyhogy tessék bennünket keresni a helyszíneken, fölrakjuk majd Facebookra is, Instagramra is, mindenhova. Ha tudtok, akkor gyertek el, hát lehet, hogy ebben a formában így valószínű, hogy nem valószínűleg nem találkozunk már. Szokás szerint a kis játékaink onnan mennek, ugye? Így van. Fekete-fehér igen, nem, meg a mit mondóra, úgyhogy már csak azért is érdemes, és ott nagyon megbocsájtóak tudunk lenni. Igen. És Feri levágatja a szakállát végre. Nem, én vágatnám le. Minek? Annyira gusztustalan. De mi? Nekem jó. Nem, még egyébként nem igaz. Nem áll jól, öregít. De én már jó vagyok így, már hova legyek fiatalabb. Bin Ladenes vagy kicsit tényleg egyébként. Tényleg? Komolyan. Bin Laden most nem jó üzenet. Nálad. Az igaz. Hallottakról megvagyult, vagy semmi. Igen. Na jó, nem megyek a büfés nénihez, veszek tőle egy puncskockát, meg egy kókuszgulyót a büfébe. 7-10 pontosan 1 perccel, pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Class FM-en. Aranyom, adjon már abból a kókuszkockából, hogy ez friss, az mi? Ez már a Sanyi ott a színpadon, ott a kis zsenge virágszál mellett. Na, azt is biztos valaki gerincre vágta, azt megkapta ezt, ami a... Nem tudom, mi ez már, na mindegy. Ott lenne a helyed egyébként. Azt írják, hogy meg is van az állás egyébként. A mikroszkóp színpadon. Nem a mikroszkóp színpadon, a saskabaré. Na hát azért nem csinálom. Én látok egyébként megedni szerepet. Nem igen. A Vígszínházban, de a fűre lépni Ihosban. De Katonini után a Marinén. A profitnál. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Arról beszélgettünk, hogy minden családban legalább van egy olyan ember, akinek volt egy nagy szerepe valamilyen nagy amerikai produkcióban. Mert ugye találkoztunk, vagy összefutottunk egy e-mail alapján Gáborral, aki egyébként buszvezető, és kiderült, hogy a Trónok harcában ő Hodort szinkronizálta. Fölhívtuk, beszélgettünk vele rövid ideig, és utána arról beszélgettünk, hogy kinek milyen beugrása volt már valamelyik nagy amerikai produkcióból. Mama, nagymama, gyerek, testvér. Leginkább statisztálkodott egy kicsit, hogy mondják? Tehát statiszta volt valamelyik darabban. És erről beszéltünk, hát nagyon helyes SMS-eket kaptunk, hogy ki miben játszott. Az esetek nagy többségében ki is vágták hallgatóinkat. De azért egy-egy pillanatra valaki felfedezte magát valamelyik amerikai produkcióban. Hát vagy egy tarkót, vagy egy családi fotó hátul a polcon. Igen. Formájában. Erről beszélgettünk, valamint szóba jött a hétvégén történt repülőbaleset is, amikor is ugye egy reptér felett két repülő egymásnak ütközött. Fölhívtuk Pető György pilótát, hogy nekünk laikusoknak mondjál, hogy ez valójában hogy történhet, és tudtunk néhány dolgot a repülésről, de nagyon érdekes. És hát valójában szomorú dolgokat mondott el arról, hogy nem is olyan egyszerű azért ez a légiközlekedés. És sokkal jobban túlbiztosítottnak gondoltuk, mint amilyen valójában. Főleg nem amikor, a nagyot. Nem a nagyot, hanem amikor a kisgépek repülnek. Érdekes dolgokat mondott Gyuri nagyon. Úgyhogy már is mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. 10 perc pontosan. 10 óra, Csabi, háló, jó reggelt! Jó reggelt, és statiszta voltam, saját magamat alakítottam egyébként az Argóban, az első részben. Ott szerepeltél? Én láttam pedig azt. Ott riporterkedtem, egy folyosón állva, valakivel interjút kellett készítenem. De vagy csak úgy kellett csinálnom, mintha interjút készítenem. A filmben? Bele vagyok vágva, sőt a végén ki van írva a főcím alatt, hogy Abaházi Csaba, Abaházi Csaba. Jó. Azt hiszem, Oscar-díjas alakítás volt, csak még ők nem látták. Jársz színházba, Csabi? Viszonylag ritkán. Aha. De hallottam a beszámolót. Nincs táptalaja a magnat, nincsen. További elszigetelődés. Drága hallgatók, teljesen elszigetelődött. Teljesen egyedül érzem magam, valaki húzzon ki ebből. Ismétlés alatt is próbálkozott, de levertük. Nincsenek barátaim, teljesen egyedül érzem magam ebben a műsorban. Mesélj Ajkáról, milyen volt? Azt a mindenit. Hát nem, nincsenek szavak. Láttuk a képeket, és azok zseniálisak voltak. Azt képzeljétek el, hogy Ajka egy nagyon különleges város, mert elég sok gyár van meg üzem, és 3 műszakban dolgoznak. És egy-egy ilyen kitelepülés alkalmával, talán ezt ti is tapasztaltátok, hogy rohannak az emberek munkába reggel után, így aztán amikor 10-kor már a kívánság műsor elindul, akkor azok, akik már nyugdíjasok, vagy éppen nincs munkájuk, azok töltik meg ott az előttünk álló vagy lévő teret. Ajkán viszont folyamatos élet van, tehát nincs olyan, hogy pihen az a város. Tehát reggel 9-kor pontosan annyian voltak, mint nem tudom, este 7-kor. Jó, hát este hétre egyre többen lettek, mert ugye jött a Rózsamagdi is, de a Vágó Piros műsorában ugye elindult 3 órakor, jöttek persze folyamatosan, hogy ezt még írd alá, ezt még fotózzuk le, stb. És mondta a Piros, hogy de valamit kellene mondanom a kedves hallgatóknak, de bele kéne beszélni itt a mikrofon, vagy adást kellene csinálni. Jó, de ezt még azért írd alá, légy szíves. Tehát, hogy szinte lehetetlen volt adást készíteni, nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon szerettek minket, és mi is ők ezt. Tényleg jó volt látni, eddig is volt kedvünk a kitelepüléshez, de most láttuk ezeket a képeket, hogy hányan voltak, mert valamilyen drónnak a képét is feltették, hogy a többiek a Class FM-nek a Facebook oldalára, és hát föntről látszódott, hogy embertelen. Igazából csak megirigyeltük azt a hihetetlen embertömeget, amit majd ti jövő héten kaptok. És azt hiszed, ironizálsz, de nem. De ez mert igazad lesz. Itt vagyok, mondhatok valamit? Hát ha színház, akkor hagyjuk. Hívjuk a nap hallgatóját már. Így jár, aki különcködik, aki arcoskodik. Magányos vagyok, elszigetelődtem. Miért szelmet színházba is most jövjön? Persze, hát most ezt hallgatjuk. Többször volt, rohagyjatok ti. Többször, egyszer a jegyér, egyszer a büfé miatt, tudjuk. Morning show! Az bizony, jó reggelt, hello! Na jó reggelt! Jársz színházban? Nem. Hát ez a baj. Most már teljesen elszigetelődtem. Na, te írtad nekünk, igen, hát az SMS-edből lehetett érezni, hogy humorizálsz, és te sem vagy nagy színházba járó, de nagyon tetszett, ha annyira tetszett a színház, miért nem nézted meg az egészet, miért csak egy darabot írtad ezeknek SMS-nek? Viszont nem írtad alá, hogy hívnak. A pusztító vagyok, amúgy Zsolti. Zsolti, hello Zsolti, ciao. Na, mondtad, hogy morning show, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Ú, nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Minden jót nektek, meg a jövő heti kitelepülésre. Remélem az egyikre eljutok. Na, melyik helyszín esélyes, hogy látod? Hát úgy látom, hogy az országot én járom, mivel terautóval mászkod, úgyhogy valahol megállok, ha éppen úgy jó, abban az időpontban járok arra. Figyelj, Sopron, Kaposvár, Baja, Eger, Budapest, ezek a helyszínek, úgyhogy valahova nézz oda, várunk szeretettel. Jó? Oké, nagyszerű, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Neked is. Hello. Na jól van. Csabikám, milyen zenéid lesznek? Semmi köze nem lesz a színházhoz. Valami musicalből nem játszol. Előre is elnézésedet kérem. Ám bár ők tavaly jártak Magyarországon, és a koncertjük hasonlított egy színházi előadáshoz. Valami hasonlatot be kellett hoznom. A War Republicról van szó, akiknek október 7-én jelenik meg a legújabb, a 4. lemezük, az On My Mind, és erről már van nekem dalom, úgyhogy ezt szeretném nektek mutatni, Wherever I Go. Nagyon jó, ez egy jó kis csapat. Tehát ismeritek őket, csak most ez egy új dal, amit na, még jó van akkor. Színházban jó, a közönségnek is ajánlom. Mert Balázsnak még árut kell vinni a Víg büféjébe, egy ideje családi vállalkozásban visznek. Ja, Istenem, most mit csinálják? Hát így el az emberi pici kultúrát próbál hozni, érted? Egyből keresztre vezetik itt a társak, érted? Tághallgatók, elszigetelődtem, nem tudok mit csinálni. Oké, holnap jövünk 6 órakor, szép napot mindenkinek. Csabi, neked nagyon jó munkát. Köszönöm szépen. Jó, megyek, mert van 2 jegyféletével a Vígbe, úgyhogy... Nem menjél, mert hétfőn általában szünet van, de... A pénztárnál kiadják nekem a kis ablakon. Mariné, adja Mariné jegyet? Halászolgál, holnap találkozunk mindannyiukkal, és nem beléjük. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.